Akkor nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Üres ez a ház, nem tudom, hogy éreznie. Amikor én megtudtam, hogy a háznak az ura, Laci az lehetőséget biztosít itt az előadások tartására, tehát Molnár V. József más személyek előadásaira is, az egy olyan örömteli érzés volt, hogy ezek az apró lángocskák, ezek itt-ott-ott fellobbannak, vagy mindig vannak. Hát most már az örök lélek lángja lobog valahol. Tényleg a sors az nagyon galád gyorsasággal tud helyzeteket teremteni, de ahogy mondani szokták, könnyen lehet, hogy akik elmennek, azoknak könnyebb. Akik pedig itt maradnak, azoknak pedig nehezebb. Tehát nézőpont kérdése. Hát a mai téma az tényleg a múltról szól, királykoronázások révén, okán, és akiket koronáztak, azok már rég elmentek, eltávoztak, vagy ki tudja, lehet, hogy el sem költöztek, el sem távoztak, meg sem haltak. Magyar mondai hagyomány úgy tartja, hogy a magyar királyok azok nem meghaltak, hanem elrejteztek. És az elrejtezés pedig nem azonos a halállal. És majd eljön az az idő, amikor nem feltámadnak, mert csak el vannak rejtőzve, rejtezve, hanem mintha egy álomból mondjuk valaki felébredne, úgy egyszer csak felébrednek. A történelmi mondai hagyomány különböző nevekhez, királyokhoz társítja ezt a hagománykört. Tehát Béla királyt épp úgy megnevezik, mint mondjuk Mátyás királyt. De Szent István királyról épp úgy tudnak, mint mondjuk Szent László királyról. Tehát érdekes módon van egy nagyon izgalmas hagyomány, és az itt tartózkodó nemzedékek az utóbbi időszakokban valahogy talán az idő sem engedi azt, hogy átgondoljuk azt, hogy mi az, hogy e világ, túlvilág, mi a különbség túlvilág és más világ között. Mert azért a magyar nyelv a kettőt megkülönbözteti. Tehát az egyik az a túlvilág, tehát ez azt jelenti, hogy dolgokon túl vagyunk, a másik pedig egy más világ. Tehát könnyen lehet, hogy egy világnak a mása, másolata, tehát hogy régen leírják a különböző népek hagyományai a túlvilágot, olyan módon, hogy az itteni életet csak fényes környezetben ugyanúgy folytatják tovább. Hát lehet, hogy a más világ mondjuk magyar nyelven erre vonatkozik. Mert nyilván mi naponta a kettőt összetévesztjük, de azért a magyar nyelv nagyon pontos. Tehát a más az egy másolat. A túl, az pedig, ami túl van. És hát természetesen én is tudom, hogy a más az azt is jelenti, hogy megmásulnak bizonyos játékszabályok, tehát törvények és sajátosságok, de mindenféleképpen izgalmas kérdés az, hogy mi van itt, és mondjuk mi van oda át. És amikor megnyílnak a kapuk, akkor kitekinti büntetésnek azt, hogy valaki elköltözött, és kitekinti mondjuk ajándéknak, hogy végre elköltözhetett. Tehát ezek ilyen örök, hatalmas nagy lélekből fakadó vívódások, de a magyar királyokra vonatkozó hagyomány az tényleg, ahogy az ember így tapasztalja, látja, búvárolja, tehát akár mondai hagyományból még ma is lehet gyűjteni, vagy lejegyzett hagyománykötetekre is lehetne hivatkozni. Tehát rendkívül izgalmas tétel az, hogy magyar királyok nem haltak meg. Na most ilyenkor felmerül egy kérdés, hogy jó, nem haltak meg, ez nekünk mit fog jelenteni? Hát a mindennapi nemzedékek számára azt, ami a magyar népmesék végén is ott van, hogy máig is élnek, ha meg nem haltak. Na most ez a meg nem haltak időnként pont arra vonatkozik, hogy ha bennünk meghalnak, akkor tényleg vége. Miért? Mert máig is élnek. Tehát tulajdonképpen mindig rajtunk múlnak dolgok. Tehát bármennyire hihetetlen és különös, ez minden esetben egy oda-vissza játékként jelenik meg. Tehát hogyha az e világ elzárkózik,
akkor akármekkora hatalommal rendelkezik mondjuk egy arkangyal, valószínűleg nem tud megszólítani, nem tud vezetni. Miért? Mert süketek, vakok és egyéb problémákkal küzdő szerencsétlen embereket, hát előbb nyilván meg kell gyógyítani, hogy felnyitni a szemeket, kinyitni a füleket, és ezek általában, ha valaki az evangéliumokat ismeri, pontosan tudja, hogy legritkább esetben biztos, hogy fizikai szintű problémákról van szó, de mindig kiderül, hogy ezek lelki ügyek. Tehát az, hogy hiába van szeme, de mégsem lát, hiába van füle, de mégsem hall. És világok egymástól tulajdonképpen belül választódnak el. Tehát nem kívül húznak meg dolgokat, hanem emberek lelkében egyszer csak kialakulnak ezek a hatalmas választó vonalak, kialakulnak belső játszóterek, területek, és onnan már tulajdonképpen nem nagyon lehet tovább látni és tájékozódni. Tehát valószínűleg a világok, és ez közhelyszerű megállapítás, így párhuzamosan futnak egymás mellett. Na most mi az izgalmas abban, hogy világok, ezt lehet úgy is nevezni, hogy dimenziók, de a dimenzió az egy kicsit más jelent, de így ismertebb, hogy több dimenzió. Tehát nem csak 3+1 dimenziós világban élünk, hanem párhuzamosan azért jönnek velünk dimenziók, csak valami megakadályozza mindezt, hogy érzékeljük, és kitapinthatóvá tegyük. És nagyon érdekes, hogy egy téridő rendszeren belül ez adott esetben azt is jelentheti, hogy aki elrejtőzik, az vagy az időt használja fel erre, vagy a teret, de egy biztos, amikor a téridő együtt fut, ő valahol, valamelyikben tartózkodik egy olyan dimenzióban, ami viszont a téridő alapvető ritmusaival nem megy tovább. Tehát így szoktak elrejteni, valószínűleg Esztergomban is, Visegrádon is, a valódi Alba régiában, az egész Pilisi királyi központ területén, vagy máshol is olyan értékeket, amelyek tulajdonképpen itt vannak a szemünk előtt, csak egyszerűen valami kapcsolódás lehetetlenné teszi az érzékelését. Ennek talán legszebb példája az a hagyománykör, amikor mondjuk egy pásztor gyerek, egy bojtár észreveszi, hogy a nyájból elkallódott egy bárány, utána megy, és mondjuk a hegytetőn, hegyoldalba, sziklahasadékba észreveszi egy lyukat, a nyomok oda vezettek, bebújik a lyukon, és egyszer csak egy hatalmas belső terembe találja magát, és látja, hogy fényes öltözetben állik felfegyverzett vitézek, a trónon ül valaki, előtte van egy asztal, de így szépen ráborul az asztalra, és olyan, mintha aludna. És akkor oda megy hozzá a nagy csodálkozás után a pásztorgyerek, tehát valahogy úgy alakulnak a dolgok, hogy egyszer csak ott van a király előtt, a király így felemeli a fejét, ránéz, kinyitja a szemét, ránéz erre a bojtár gyerekre, és hát felmerül a kérdés, hogy ezzel a sereggel ő mikor jön ki. Na most ki lehet találni, Mátyás király fekete serege a budai hegy belsejében alszik. Tehát várják az időt az ébredéshez. És mit mond Mátyás király? Mindig ezt mondja, és hasonló hagyományok, hősei mindig ezt mondják. Még nem jött el az ideje. Tehát tulajdonképpen ott van, de mintha egy másik téridő rendszernek, és ha megállt az idő, mert ott megállt az idő. Tehát lehet érzékelni, hogy annyira megállt az idő, hogy pálosokról vannak éppen a Duna túloldalán lévő falvakban olyan hagyományok. A 20. század elején az egyik falu határában, ahol búcsújáróhely is található, a szekér alatt, kereke alatt beszakadt a föld. És hát kivonult a falu apraja nagyja a bíróval egyetemben, és benéznek a hasadékon, és látnak egy megterített hosszú asztalt, ahol fehér ruhás szerzetesek ülnek. Pálos szerzetesek. Na de hogy? Milyen állapotban?
Hát, minthogyha mesefilmről, mert ma már kénytelenek vagyunk így beszélni, mert mesefilmekből ismert ez a helyzet, holott a relativitás elméletből is ismert lehetne, mert a relativitás elmélet ugyanezt mondja. Tehát még egyszer elmondom egy kicsit gúnyorosan. Tehát azért gondolom érzékeljük térről, időről, fény terjedési sebességéről, különféle idő változásokról, magyar népmesék vagy a mondai hagyomány ugyanazt mondja, amit a relativitás elmélet. Az csak az egyik, az szenvedett egy nagyot, ez mondjuk 1900-as évek elején a úgynevezett tudomány, a másik meg természetes módon minek szenvedni. Hát, hogyha felmegy mondjuk egy kondás gyerek az égig érő fára, és adott esetben, amikor felér az első elágazásra, hát égig érő fa, az az első égi szféra. És visszadobja a baltáját, mondván, hogy erre már nincs szükség. Na, hogy esik vissza a balta? A nyele, mire visszaér, kirohad belőle. A vas pedig szétrosdásodik. És hányszor szerepel népmesében az, hogy amikor visszajön, mondjuk a mesehős az égig érő fáról, azért figyelmeztetik, hogy hó, hát te, akiket itt hagytál, hát te nem találod meg őket már ebben a világban. Halhatatlanságra vágyó királyfi meséjébe. Több ezer év telt el. Na most több ezer év telt el itt, ott pedig gyakorlatilag, hát minthogyha pár napot töltött volna el. Tehát a hagyományok mindenhol jelzik ezeket az időbeli anomáliákat, és ott a Duna túlsó partján, tehát erről tanulmányok születtek egyébként, mert a falu lakosai azok teljes hitbuzgósággal állították, hogy itt most nem arról van szó, hogy nagyapáiktól unokák örököltek hagyományt, hanem saját szemükkel látták. Ott ültek az atyák az asztal két oldalán. Na de milyen helyzetben, milyen állapotban? Ez az érdekes. Hát éppen ahogy ettek és ittak. Csak mozdulatlanul. Mint mondjuk az utolsó vacsora festményén Leonardo da Vincinek. Tehát tulajdonképpen egy pillanatkép. Most az ember érzékeli, hogy hát ez meg azért nagyon érdekes, mert ilyet meg nem nagyon lehet kitalálni. Mert olyat én is ki tudnék most már találni, amivel a bojtár gyerek találkozik, mert ez egy elég általános hagyomány, hogy hegy belsejében mondjuk katonák vannak. Na most tudunk-e itt a környéken olyan hegyről, amely hegynek a belsejében ma is állik fegyverzett hadsereg várja, vagyis nem várja, mert ez egy másik sajátos eset, de ott vannak bent, és hiteles beszámolókat ismerünk az 1800-as évek erejéről. Hát ha nem Esztergomban lennénk, én még mosolyognék is. Na de azért gondoljuk végig. 3D-ben, és ami mondjuk rajta van a világhálón, verhetetlenek vagyunk. És ami itt van és kiüti a szemünket adott esetben, arról meg miért kellene tudni? Hát ilyenkor érzi az ember azt, hogy hol élünk mi. Hát a hazának van egy sajátossága, hogy a haza lakosai azok tudják, hogy mi hol van. Mint ahogy valahol lakik valaki, hazamegy, akár albérletbe, akár saját házába, tudja, hogy mi hol van. Na most gondoljuk végig, ez idáig logikus, hogy egy házba, ahol lakom, azért előbb-utóbb tudni kell, hogy mi hol van, és a hazában nem kellene tudni. Hát, hogyha egy nemzedék nem tudja, hogy mi hol van, az fogja elvenni tőle, aki éppen akarja elvenni tőle. És ha mi ma tudnánk, hogy mi mindent vesznek el tőlünk, hát valószínűleg máshogy készülnénk a karácsonyra. Kicsit van zaklatottabbak lennénk, még annál is egyébként, amilyenek általában vagyunk. Tehát a visegrádi várhegy belsejében, amikor annak idején itt a Duna parton kiépítették az utat. Mert hát gondolom tudjuk, Visegrád irányából nem lehetett bejönni a Duna kanyarba.
Tehát ott még most is, ahogy jön le a fellegvárból az a hatalmas nagy falvonulat, hát a vízi bástya az tulajdonképpen lejön a Duna partjára. És hát ott van egy ilyen nyíladék, ahol a műúton be is ki lehet jönni. Most az ki lett robbantva. Tehát újra elmondom, nem lehetett bejönni abból az irányból a Duna kanyarba. És Cserszelle István, akit hát gyakorlatilag egy mérnök ember volt, őt bízták meg ennek az útnak a építésével, tervezésével, kivitelezésével, és az egyik alkalommal a Várhegy oldalában valahol, nem tudni, hogy hol, mert ő azt írja le az egyik barátjának, megmaradt egy ilyen levele. Csak aztán valaki a levélből szabás mintát készített, és darabok hiányoznak a levélből, tehát a sors az még humorral is rendelkezik. Minden esetre nagyon sok minden azért tanulmányozható a levélből, többek között azt, hogy a bejáratot soha senki nem fogja megtalálni. Na de miért? Mert olyan feltűnő helyen van. Na most megint szokjunk hozzá egy gondolkozásmódhoz. Tehát vannak ősi titoknokvérű atyafiak, akik arra gondolnak, hogy a titok az, amikor valaki nagyon nagy, egyébként van ilyen is. Na de az igazi hagyomány az nem titkol semmit. Az igazi hagyomány elét teszi, elém teszi, mindannyiunk elé teszi. A kérdés az, hogy felismerem vagy nem ismerem fel. És gondolom érzékeljük, ez az igazi. Ennél jobb rejtettség nincsen, mert amit egy helyre eldugnak, azt előbb-utóbb valamilyen kutya úgyis ki fogja szaglászni. De ami ott van és lelki érettségtől fog függni, erkölcsi érettségtől fog függni, hogy rátalálunk, hogy belenövünk-e, hát azt mondja az ember, hogy őseink nagyon jó gondolkozású ősök voltak. Van egy olyan alkimista recept, amit a hindu hagyományból maradt fönn, csak azért, hogy érzékeljük a áthallásokat, egy gondolkozásmódnak a sajátosságait próbáljuk most itt bevezetésként végigjárni. Abban az alkimista receptben az élet elixir, a halhatatlanság titkának elkészítése fogalmazódik meg. De minden le van írva. Hogy mondjuk kurkumából vegyél egy kis darabot, sáfránnyal keverd össze, kis cinóberrel fűszerezd meg, higganyba mártsd bele, kénesőbe egy kicsit majd hevítsed, és mindent leírnak, és a végén, hát ez, megmondom őszintén, ez mindig mosolyra fakaszt engem, és közben nem szabad gondolnod a kék elefántra, vagy a zöld, vagy a fehér elefántra. Na most innentől kezdve gondolom érzékeljük, hogy ez mit jelent. Tehát ott van előttem, csak van egy apró. Közben nem szabad erre a fehér elefántra gondolni. És miközben az ember úgy készíti, hát valószínűleg mindig mire gondol, na mire nem szabad gondolnom, na mire gondolni, és így tulajdonképpen jól el vagyunk. Tehát egyfajta szellemesség is létezik, de ugyanakkor ez a garanciája minden, hogy úgy mondjam, nemzedék életében való nagy megérési sajátosságnak. És Cserszelle István ott bebújik egy ilyen hasadékon, hatalmas belső termekben találja magát, és leírja, hogy az igazi vár, tehát az igazi vár, az nem az, amit látunk a Várhegy tetején. Na most ismerős ez az esztergomi vár vonatkozásában? Hát hol van Esztergomban az igazi vár? Meg lehet nézni. Hát ott vezet a várfal alatt a sétaút, van egy várfal, ahol sziklás a rész, bemászunk a várfal mögé, és hol találjuk magunkat? Egy ősi sziklavár belsejében. Na most valaki nem járt még arra, vagy mi ez a különös, szokatlan tekintet, eregetés itt a Esztergomban vagyunk. Tehát ez azt jelenti, hogy így megyünk a gyönyörűen ilyen villag barikáddal szépen övezett kis lekövezett utacskán, ott szépen ott a hegyoldalban, a Várhegy alatt, ahol a tetőről ott a Duna felé ki tudunk
nézni, és tulajdonképpen alattunk így megy el a sétaút. Aztán miközben megyünk alattunk egy darabig, úgy egyszer csak látjuk, hogy ott van abban az irányban a vár, és ott van a várfal, de olyan kicsit csonka-bonka. És minthogyha ott lenne vasrács is, vaslakattal meg egyebekkel. És hát hatalmas belső sziklatermek, tehát olyan, mint egy barlangrendszerbe jutnánk benne, de gondoljuk végig. Átmegy valaki az épített falon, ami nyilván mindig épített volt, és hol találja magát? Az igazi várban találja magát. Tehát mitől vár a vár? Tehát az egyik az a kirakat, és akkor jön majd az olasz mérnök, mondjuk akár Rákóczi ostroma után, ami egy rövid ideig volt csak a kurucok kezében, gyorsan áttépítik, de nem tudnak már szerencsére már abban az időben ezekkel a sajátosságokkal mit kezdeni, egyet tudnak tenni, mert ott lehet látni, hogy mindenfele mennek befelé, Várhegy belsejébe tulajdonképpen a járatok. Hát ez úgymond mennyezetig fel van töltve törmelékkel. Tehát törmelékkel. Tehát úgy szépen úgy el vannak dugulva. De én úgy tudom, hogy pár évvel ezelőtt barlangász csapat, amit tudott itt föltárt, és hát nagyon sok komoly járatrendszer nyomára sikerült bukkanni. Na most ezt csak azért mondom, hogy szokjunk hozzá a sajátosságokhoz, hogy Cserszelle István azt mondja, hogy hoppá, hát nem az az igazi vár. Most Visegrádra mentünk vissza, ami fönt van a Várhegy tetején, meg ami a vízivárat jelenteni a Fellegvár alatt a Dunaparton, mert tudd meg, hogy az igazi vár a hegy belsejében van. Tehát hatalmas nagy termek bent a hegy belsejében, kőkádak, hát itt már nyilván keverednek a hagyományok, mert egy néprajzkutató vagy egy történész azt mondja, hát ez nemzetközi vándor motívum, hegy belsejébe elrejtett értékek, kőkádba ott hagyott aranyak, és akkor mondja a vándor motívumnak a kaszkó számát, hogy T32-es 453-as T.Q. vándor motívum, és melyik szerzetesi éra batyúzó szerzetesei hozhatták be nyugatról, mert természetesen mindent valahonnan át kellett nekünk venni. Hát már akkor is egy ilyen nagy logisztikai bázis lehetett Magyarország, hogy mindenhonnan jött be minden, és itt gyakorlatilag már a munkás osztálynak csak egy feladata volt, hogy összeszereljen vagy átvegyen, összeszereljen vagy átvegyen. Tehát ez úgy látszik, ez egy ilyen sajátosság a Kárpát-medence kultúrtörténeti életében. És egyszer csak bejut egy olyan terembe, és közben feliratokat lát. Tehát feliratok. El is olvassa, le is írja. És hát ki lehet találni, hogy bizony, hát mai időszámítást figyelembe véve 2000 évvel korábbi jelzéseket talál. Tehát nagyon ősi, tehát nem középkori, nem, tehát ókori hagyomány világ istennőknek szentélyei, és hát van egy olyan terület, ahol bőrtömlők vannak, hát az egyikbe beleszúr, természetesen a legjobb finomságú fáintos bor. Na most a történet ebből kerekedik ki, mert Pesten éppen pestis járvány van. Tehát is szűkre szabott pestis járvány. És küld egy üveg bort a barátjának, hogy ettől meg fogsz gyógyulni. És a küldeményhez írja hozzá a levelet. Ezt egyébként az Élet és Tudomány folyóirat valamikor a 70-es, 80-as években Élet és Tudomány. Tehát közzé is tette. Tehát időnként ez egy ilyen, sőt, hát a visegrádi királyi palotának a feltárója, tehát itt a Sulek családnak a leszármazottjáról van szó, hát ő maga is még a 30-as években, pont a feltárás előtt, feltárás után leírja, hogy bennük, régész nemzedékekbe, hát tulajdonképpen a Cserszelle típusú láng lobogott, hogy itt valaminek lenni kell. Tehát azért gondoljuk végig, egy ásató régész
nyilván keretek között, de úgy értékelte Cserszellennek a teljesítményét, mint egy ilyen lelkesítő fáklya. És úgy látszik, hát komolyan gondoljuk, hogy útépítő. Tehát ez azt jelenti, hogy nem lehet déli bábozni, hogy nekem lejött, és akkor imbolyog a Dunaparton, most akkor nézzük be az utat. Tehát ezt csak azért mondom, hogy felnőtt férfi ember, akit megbíztak. Tehát az akkori hatóság és az akkori hatalom, ami Habsburg volt, megbízta őt, hogy tervezze meg és készítsék el ezt a Dunaparti utat. Na most nyilván a munkálatok és a hazaszeretet hevületében egyéb terepbejárásokat is tartott. És belép egy következő teremben, és állig felfegyverzett katonákkal találja magát szembe. És már éppen úgy, mint az a gyerek vagy felnőtt, aki megijed és nagyot kiáltana, gondolom voltunk már így életben, csak éppen abban a pillanatban, még mielőtt kiáltana, kiderül, hogy nincs miért kiáltani. Tehát ez a hirtelen nagy ijegység. És egyszer csak észreveszi, ezek mozdulatlanok. És megnézi, hogy mitől mozdulatlanok. És kiderül, és gondoljuk végig, hol van még a kínai agyag hadseregről való tudás. Azt mondja, hogy viaszból készültek. Viasz. Tehát viaszból készült hatalmas nagy sereg. Valahol. Tehát kijön onnan, sok egyebet is lát nyilvánvaló módon, és azt mondja, hogy úgysem fogja a bejáratot senki megtalálni. És miért nem? Mert olyan feltűnő helyen van. Na most kicsit ilyen a mi hagyományvilágunk is. Annyira feltűnő helyen van, annyira előttünk van, a magyar Szent Korona az országgyűlés épületének kupola csarnokában van, nem is kiállítva, hanem tulajdonképpen ott van. És két oldalról méltó módon díszőrség tiszteleg neki. Tehát ott van. Na most gondoljuk végig. Mit jelent az, hogy ott van? Most egy gyors idézetet nem gondoltam, hogy felolvasom, de mégiscsak felolvasom. Mert nagyon ide tartozik. Egy angol utazó utazik át Magyarországon, valamikor első Lipót idején. Én ahány könyvben olvastam ezt az idézetet, annyi évszámmal, és amikor rájön az ember, hogy úristen, hát az egyik történész mondjuk 1699-et ír az idézethez. A másik történész mondjuk 1776-ot ír. Hát egyetlen egy dátumot, hogy lehet egy-egy műben ennyi féleképpen publikálni. És az eredeti forrást valamikor az 1880-as években, azt hiszem a Századok folyóirat tette, tehát egy történelmi tanulmányban publikálták, én annak még nem jártam utána. Tehát ezért úgy izgalomként mondom, hogy milyen érdekes. Tehát egyetlen egy dátumot a hivatalos oknyomozó történelemtudomány, tehát ahol gondolom tudjuk, minden vesszőt számon tartanak, főleg, ha vesszővel mondjuk nemzeti értékeket alá lehet becsülni. Ilyenkor olyan nagyon könnyű, hát pár év, én is tudom, hogy nyomdának vannak ördögei, tehát, na de itt lehet érzéke, nem nyomdaördögről van szó, itt arról van szó, hogy valamit állandóan elírnak, hogy miért pont egy dátumot nem tudom. Egy biztos, az egyik dátumcsokor Buda visszavétele után van, a másik dátumcsokor még Buda visszavétele előtt, 1686-ban veszik vissza Budát, tehát úgy lehet tájékozódni, tehát ezekben az időkben vagyunk. És az angol utazó megjegyez valamit, és ezt írja. A magyarok különleges nyelvet beszélnek, hanem a koronájukról is valami rendkívüli dolgot hisznek. Magyar nyelv és magyar Szent Korona. Egy lélegzettel elmondott mondatban. Egy luttól belemártja a tintába, és egy mondatot le tud vele írni. Magyar nyelv és magyar Szent Korona. Mind a kettő rendkívüli. És összetartoznak. Tehát nyilván ez egy ösztönös észrevétel, de milyen érdekes, hogy néha külföldi szerzők ösztönösebben éreznek meg dolgot, mint mondjuk az itteniek.
Hát én megkérdezem azt, hogy Attila királyról eddig ki írta le a leggyönyörűbb, legigazabb mondatokat, amelyek lélekből fakadtak és lényegesek, akkor azt kell mondani, Thierry Amadé francia történész 1800-as évek második felében. Pedig sokan írtak Attiláról, na de arra úgy megfogalmazni, hogy Attila, Árpád és Szent István. A három korszak, melyre a magyar nép őstörténete oszlik. Tehát mutatkozik meg. Tehát hős története. És gondolom érzékelünk valamit, Attila, Árpád, és nagyon érdekes a koppányos időkben, Szent István. Tehát így, ahogy mondom, Szent István. Tehát ez a Szent István úgy látszik, még a 19. században máshogy látszódott. Hát igen, mert 1983 óta, aztán 1990 óta úgy Szent Istvánt úgy megsanzonosították. És nyilván megvolt ennek a táptalaja, tehát az ember nem kétli, és mondjuk kiváló emigráns történészek, sumerológusok, most nevet nem mondok, mert teljesen fölösleges, mert ez egy jelenség. Sajnos olyan torzképet fogalmaztak meg Szent Istvánról, hogyha ezt a hivatalos történészek közül valaki megfogalmazza, minden magyar ember azt mondja, hogy ez hazaárulás. Na most ide jutottunk. Tehát ha mi hazudunk, nem tesz semmit, magyarok vagyunk. Ha rólunk hazudnak, akkor viszont zokon vesszük. Na most a hazugság nem etnikum specifikus jelenség. Hazugság, hazugság, igazság, igazság. És attól, ha valami még hazugság, bármennyire piros, fehér, zöld, cukor, szirupba van belemártva, ugyanúgy tulajdonképpen nem lesz igaz. Az más kérdés, hogy tévedni emberi dolog, de ekkorát. És aztán a tévedésből folyamatosan tévedtetni. Tehát Attila, Árpád, Szent István, magyar hőstörténet három korszaka. Igen ám, de mit mond Thierry Amadé? Hát ezt olvasni kellene. Na de a hármok közül minden időben Attila királyi a főszerep. Mert ők, Attila fiai, nem csak test, hanem lélek szerint is, és tulajdonképpen aki a magyar történelemben minden időben jelen van, ott bolyg minden nemzedék életében, minden magyar ember szívében, az bizony Attila király. És ahogy a nemzet változik, ő is vele változik a nemzettel, de mindig Attilái a főszerep. Na most, ha nemzedékek életéből kiiktatják Attila királyt, olyan alapon, hogy még a magyar himnuszt sem veszik komolyan, ugyanis a magyar himnuszban ez szerepel, hogy általad nyert szép hazád bendegúznak vére. Na most ez a magyarság történelem tudatának vallomása. Ezt nem csak Kölcsey Ferenc fogalmazza meg, megfogalmazza Petőfi Sándor, megfogalmazza Arany János, Curriculum Vitae József Attila, tehát még egyszer elmondom, Curriculum Vitae, élet körforgása, életrajza József Attilának. Attila királyt nevezi meg, mint az ő költészetének ihlető forrását, mondván, ha gyermekkorával nem találkozik Attila csodálatos lelkületével, nem így írja, de ez a lényeg, ő soha nem lesz magyar költő. Csontvári Koszka Tivadar festőművész. Ma elképzelni nem tudjuk, nem csak azt, hogy festett, mivel festett, hanem mondjuk Baalbekben, hogy feszítette ki a 33 négyzetméteres vásznat, és mondjuk, hogy festegetett ott. Kit tekint, hogy úgy mondjam, eszmei, ihlető felmenőinek? Német Lajos művészettörténész Baalbek című művében 80-as években jelent meg, mikor 80-as években. Hát Papp Gábor még jól ismerte Németh Lajost. Most gondoljuk végig, mi történt a 80-as, 90-es évek óta Magyarországon.
hogy Csontváry ezt a hatalmas nagy teljesítményt, amit gyakorlatilag lelkéből fakasztott. Ő egy valakinek tulajdonítja, aki őt pályára állította lelki szinten, Attila a magyarok királya. Hát gondolom érzékeljük, ez egy más Attila kép is, történelem kép is. Petőfi Sándor. Hát eleve Attilába jártak. Hát gondoljuk Rákócziról szóló versében Petőfi Sándor. Hogyan fogalmaz? Attilától Rákócziig. Koppány neve el sem hangzik. Tehát én nagyon szeretem a koppányi hagyományvilágot, csak van egy probléma. Középkori szövegek elmondják, hogy ki a pogány. Megmondjam, hogy kit neveznek pogánynak és szkíta hitűnek. Szkíta hitűnek nevezik Lehel és Bulcsú kapitányt. Pogánynak nevezik pogány felkelés lázadás. Vata, Vata fia János, aztán Rasdi. És hogy teljes legyen a kép az Árpádházból, a Turul nemzetségből, Vazulnak vagy Szár Lászlónak a fiai András, Béla és Levente élete végéig pogány hagyományok szerint élt, és amikor meghalt, őse mellé, Taksony mellé, pogány szokás szerint temették el. Mikor? Úgy 1050 tájékán, pár évvel korábban. Na most, ha pogány szokás szerint el lehet valakit temetni, akkor mit írt ott ki Szent István? Nagyon egyszerű, az a nemzedék nem televízión csüngött, meg nem könnyű irodalmon, meg könnyű műfaji sajátosságokon. Tehát, hogy érezhető legyen, aki pogány, pogány, aki szkíta hitű, és itt van egy probléma, hogy az, akit ma, mert van egy nemzeti vágyálom, és mert nagyon jól hangzik a név, tényleg nagy, én is nagyon szeretem, hát úgy vagyunk, mint az a szerelmes, aki nem találja a szerelmét, aztán valaki hasonmást talál, és akkor mindent így rávetít. Ez egy darabig jó. Csak kiderül, hogy nem illik rá. Aztán jön ennek a drámai fordulata. Minden kudarcot és csalódást megint csak rávetít. Hát ismerjük, leginkább nőkre jellemző ez a párbeszéd. Édesem, jaj, szerelem nyíla, fú, eltalált, jaj, de, de én ilyet hallottam ugye, és metrón is, tehát ez meg iskolában, mindenhol. Valahogy nők szokták így megfogni a kérdést. De annyira félek, hogy csalódni fogok, már annyit csalódtam. Na igen ám, de ez mit jelent? Nem lát tisztán, nem a másikat látja, hanem belevetít dolgokat. Ez egyébként közhely pszichológiai tétel. Minden ilyen vélt vagy vétlen, szerencsétlen házastársa betelefonál, mit szoktak neki tanácsadóként mondani? Ne vetítgessen. Hát maga saját álmait, vágyait vetíti be, látja, hogy ilyen, fogadja el úgy. Abba legyen először, ha tényleg szerelmes akar lenni. És aztán jön a csalódás. Na igen ám, de az ember leginkább tényleg olyanná kezd negatív módon válni, amit rávetítenek. És ezt minden pedagógus is tudja. Nagyon csinnyán kell bánni a gyerekekkel olyan módon, hogy mit szabad és mit nem szabad nekik mondani, és leginkább a szülőknek. Mert én magam is ismertem olyan szülőket, hogy naponta az egyik, mondjuk nem tudni, hogy miért, honnan jött ez a hajlandóság, a csodaszép kislányát állandóan lehülyézte. De így. Csodaszép kislánya nagylány lett, és azóta keresi a helyét a világban. Tehát azért ennek hatása van. És ám annak is, amit naponta a nemzet nyakába öntenek, hogy ti ilyenek vagytok. Ti azt a bálványt keressétek. Tehát mindenkit azért kell szeretni, amit ér, amit valóban tett. Koppánynak nyilván van egy szerepköre, de sajnos nem az, amit gondolnak róla. Televe a Kapkán névnek az egyik névváltozata. Ez avarkori méltóságnév. Avarok pedig keresztények voltak a végső korszakban. Avarkori temetők, keresztény temetők, Balaton, Zamárdi. Csak egyházjogilag hova tartoztak? Na most kapaszkodjunk meg. Salzburgba. Hát ebbe bukott bele az avar birodalom. Mit kellett itt volna Szent Istvánnak dédelgetni?
Tehát, hogy érthető legyen. Van magyar történelem. És nagyon jó az egyébként mindenkornak és magunknak is, ha tudjuk, hogy mi az, ami bennünk jó, és mi az, ami nem jó. És aztán ezt a kettőt időnként el kell választani egymástól, és a bennünk lévő jóval, hát a rosszat egy kicsit alakítgatni. Ha hajlandó jóvá átváltozni, akkor visszafogadjuk, ha nem pedig lelki ajtót, kaput nyitunk neki, hogy szépen el lehet kotródni. Tehát ezeken a rossz szokásainkon már túl lépünk és túl jutunk. Tehát meghökkentő tétel az, hogy mindenben Attiláé a főszerep. Tehát 19. században még a külföldiek is így gondolták rólunk. És nézzük meg, mióta Attila nincs benne. A nemzet, tehát nem kis csoportok, közösségek, baráti társaságok, hagyományőrző társaságok. Hát ez, ilyen indiánok is rezervátumban nagyon jól el vannak, csak éppen hazájuk nincs. Hazájuk helyett rezervátumuk van. 15 millió magyarnak, hát illene, hogyha lenne magyarság tudata és hazatudata. És hát ennek vannak forrásai is. Belső forrás, lélektani forrás vidékek. Na, de nem szeretnék itt elkallódni itt a mondatok révén, mert hát nagy a téma, és még el sem kezdtük, ahogy már így lehet érzékelni. A magyarok különleges nyelvet beszélnek, hanem a koronájukról is valami rendkívüli dolgot hisznek, ugyanis szerintük az angyal hozta Szent István királynak. Hát gondolom érzékeljük, hogy ez mit jelent, ilyen az élet. Tudom, hogy nehéz elhinni, tudom, hogy hihetetlenül hangzik. De gyakorlatilag, hát ez úgy 300 évvel bőven korábban van, az átlag magyarság, de ez egyházi körökön belül is így van, miről nem tud? Pápai korona küldésről. És még valamiről, hogy az a római pápa Szilveszter lenne. Mert ekkor már neveznek meg pápát latin nyelvű szövegekben, ez vitathatatlan tétel, csak van még egy érdekes tétel. Benedeknek hívják azt a pápát, és jóval Szilveszter előtt élt. Most a kérdés így tűnik. Szilveszter mikor, melyik trójai falu bevontató társaság vonta be a falon túlra? Mert én nem tudom, megmondom őszintén. Egyszer csak lett. Egyszer csak lettek történeteink. Egyszer csak lettek mítoszaink. Na az ember ezért tartózkodó a mai Koppány István vonatkozások láttán. Hogy milyen érdekes, erről nem tud Zrínyi Miklós. De nekem Zrínyi Miklós valami miatt hitelesebb. Milyen érdekes, erről így nem tud, tehát István Koppány ilyen konfliktusáról, mondjuk második Rákóczi Ferenc. És lehet, hogy én gyarló buta ember vagyok, de nekem második Rákóczi Ferenc valami miatt hitelesebb. Nem tudni, hogy miért. De hitelesebb Mátyás király is, és horribile dictu Kun László magyar király. Hát azért van egy történelmi folyamatosság és folyamatosság. Tehát minden esetre meghökkentő tétel, hogy legalább annyi forrás van, eredeti forrás, amelyik Isten adta, angyal hozta szent koronáról tud, és semmiféle földi korona juttatásról, adományozásról, és legkevésbé arról, hogy római pápa küldte a magyar szent koronát. Rossz nyelvek erre azt szokták mondani, ha küldte, legfeljebb csak visszaküldhette. Tehát legfeljebb csak visszaküldhette. Miért lehet erre is gyanakodni, akár visszaküldte, akár egyáltalán nem küldte, hogy gyakorlatilag a római pápaság, és ez történelmi tény, Károly Róbert idején sem tudták, hogy a magyar szent korona hogy működik, mi a jelentése, mit gondol róla a magyarság. Na most egy egyszerű dolog. Hát ha valahonnan valaki küldi, akkor nyilván arról 300 év múlva is tudni fog, hogy mit küldött, miért küldte, és hogy kell hozzá viszonyulni.
De gondolom érzékeljük és tudjuk, hogy az egész térítésünk története is olyan, hogy mi itt nyomatjuk, most ez csúnya szakkifejezés volt, alkalmazzuk a nagyon szép szövegeket, hogy behívta a hittérítőket. Hívta, nem hívta, egy biztos. Hol vannak a dokumentumok? Hát azért ébredjünk már fel, Európa kellős közepén egy nép, amelyik történetesen, ami egyébként így nem igaz, csak most a fikciós játék keretén belül nem kereszténynek tételeződik. Fölveszi nagy hatalmi státuszban a keresztény vallást. Hát könyörgöm, semmi nyoma sehol. Hát egy adásvételi elismervény. Egy sóhaj mondjuk valakitől, hogy a magyarok. Láttátok, gyerekek? Láttátok, most éppen, és az eredményjelző táblán. Olyan mellékutalások vannak, hogy ez alapján nem lehet rekonstruálni térítői mozgalmakat. Hát Árpád magyarjai mellkereszttel temetkeztek. Ez a definíciós meghatározása, honfoglaláskori erekje tartó mellkereszt. Nincs két egyforma. Na most nagyon nagy kérdés, és tudom, nagyon nehéz rá válaszolni. Ha régészeti Árpád, tehát Árpád vezértől mondjuk egészen Taksony koráig származó, de valaki bemegy itt az Esztergomi Múzeumban, ott is látni ám ilyen kereszteket. És majd nézzük meg, hogy nyilván, hát a kiállítók is nyilván problémáznak, hogy nem mindegy, hogy 10. századot ír oda, vagy 11. századot ír oda. Na de hát ezek pont azok a mellkeresztek, amik Árpád korabeli sírokból kerülnek elő. Tehát, hogy érthető legyen, itt van egy hagyományvilág. Jóval Szent István előtt. És amit nagyon könnyű definiálni, ha egyetlen egy vallást, hivatalos, hites vallást meghatározó régészeti emlék anyagunk van mondjuk honvisszafoglaláskori sírokból, akkor az ember azt mondja, mert tarsollyal nem lehet tarsolylemezekkel vallást definiálni. Lókoponyával sem lehet egyébként. Keresztel lehet. Akkor milyen a vallásuk? Hát sámán hitűek lehettek, valószínűleg. Tehát ezeket én nem részletezem, mert mindenki tudja, hogy ez adott esetben mit jelenthet, de az érdekesség, hogy angyal hozta Szent Istvánnak a koronát. Azért gondoljuk végig, Habsburg uralkodók vannak, és Magyarországon még mindig az az általános vélekedés, hogy a magyar szent koronát művelt és műveletlen körökben, de hát régen nem volt műveletlen ember, mert aki mondjuk pásztor volt, vagy a természetben dolgozott, az a természetet úgy ismerte, mint mondjuk a Bibliát. Tehát az egy műveltség kell ám a napi élet fenntartására, hogy éppen most mitől kergült meg a birka, hogyan lehet meggyógyítani. Vagy látja, hogy a tehénnek mekkora az a valamilyen, hát szegény mindjárt szét fog ott valami csattanni neki, és azonnal reagálni kell. Hát ez egy hatalmas nagy tudás, mikor mit kell elvetni, milyen az ég alja, milyen idő lesz holnap. Tehát ez egy hatalmas nagy tudás és ismeret. Na de Vitéz János esztergomi érsek mondjuk. Tehát akárhol él az ember, azt szokta mondani, hogy angyal hozta a magyar szent koronát. Na most egy népnek a saját hagyományát figyelmen kívül iktatni, hát az valószínűleg akkor az nem sok jóra fog vezetni. Előbb-utóbb. Tehát angyal hozta Szent István királynak. Miért is meg vannak győződve, hogy ettől függ az ország sorsa. Tehát mitől függ Magyarország sorsa? A magyar szent koronától. És ez nem azt jelenti, hogy a bajt vagy a rosszat ki tudjuk kerülni, hanem akármilyen élethelyzetben vagyunk, a nemzet a megoldást mindig meg fogja találni. Mint ahogy a majtényi síkra vezető úton is, bármennyire hihetetlen, tulajdonképpen megtalálták pont azok, akik elárulták Rákóczit. Hát teljes amnesztiát kapott a magyarság, és a nemesi jogokat és a nemzet örökletes jogait
vissza sikerült szerezni. Kocsis István ezt így mondaná, nem pont erre, hogy hatalmas közjogi győzelem volt. Csak hogy ez második Rákóczi személyére is vonatkozik, és neki más elgondolásai voltak. Tehát Károly Sándor Rákóczit egészen biztos, na de nem azért játszotta ki, mert nem szerette a magyarságot. Drámaian nehéz volt a helyzet. És egy ilyen helyzetből, ahol még 5 évvel korábban a kurucokat nem tekintették egyenrangú tárgyalófélnek, tehát lázadó, rebellis, hát ma nem mondom, hogy hívnák, ki lehet találni, tehát tulajdonképpen ezeket csak leverni kell, ennyi. De olyan, hogy tárgyalni velük, na elérik azt, hogy így tárgyalni, és mindenért, amiért harcoltak, a jogokat biztosítani. Hogy érthető legyen még a hajdú katonáknak és Rákóczi olyan jobbágyainak, akik hozzá beálltak katonának, még azt is elérték, hogy ezek emberek nemesítése, ezek nemesként megmaradjanak. Tehát, hogy érthető legyen, ki lehet sokféleképpen jönni történelmi helyzetekből. És 1849-ben, amikor tényleg vérbe lett minden folytva, minden meg lett dermesztve, ráadásul a magyar Szent Koronát Orsovánál elássák. 1853-ban találnak a nyomára. És megmarad a nemzet, és megint egy hatalmas felvirágzási időszak jön. És aztán gondoljuk végig mindig, mert ez kicsit olyan, mint szökőárral szemben. Nem lehet kikerülni, mert ilyen a világ. A kérdés az, hogy feljövök-e a felszínre, vagy nem tudok följönni. Na most, mintha a magyar Szent Koronáról való tudás, és a korona és a nemzet kapcsolata minden történelmi traumán túlsegítette a nemzetet. És ezek most kozmikus üdvtörténeti szinten nem hiába való szenvedések voltak. A kérdés az, hogy most hol állunk éppen. Tehát ebben a hatalmas nagy áradatból, hullámhegyből, hullámvölgybe. Tehát miért is meg vannak győződve, hogy ettől függ az ország sorsa. Csak azért mondom, mert én is tartom a kapcsolatot embertársaimmal, és mindig az a kérdés, mit tegyünk. Mit lehet tenni? Nagyon egyszerű. Szent Koronával rendezni kell végre közös dolgainkat, és hát ez nyilván nem kevés, nem sok, de éppen elegendő ahhoz, hogy megtaláljuk életünk értelmét. Tehát a Szent Korona most kicsit patetikus lesz, amit mondok, szó szerint utat mutat. Na most, ha van egy zavart kor, ahol tévejgünk, és lehetne megtalálni a kivezető utat, de annyi izgalom van, érdekes dolog van minden fele. Most ez jelent meg, most az jelent meg, most ez dobta be a nagy szenzációs felismerését. Ezek mind nagyon-nagyon jók és fontosak, de mi most a nemzetnek az egységét keressük. Tehát meg vannak győződve, hogy ettől függ az ország sorsa, ezért fordítanak annyi gondot annak őrzésére. Hát jó, ideg kezd lenni. Milyen jó, hogy most ezek a lampionok egy kis... Most jó. Többet is be lehetne állítani, mert most úgy keveslem egyébként. Tehát eljutottunk végre a Szent Koronához, hát kicsit úgy andalogva sok irányból közelítjük a témát. És akkor még egy nagy kérdés merül fel, hogy most a titkok vonalán haladunk, ahogy mi érintettük ezt a kettőséget, hogy e világ, túlvilág, akik elmentek, hol vannak, egyáltalán, ha itt vannak, akkor hogy vannak itt, és elmondtam azt, hogy van egy néphagyomány, egy mondai hagyomány, ami teljesen átjárja a Kárpát-medencét, királyainkat nevesítik, hegyeket megneveznek, hegyek belsejére rámutatnak, sőt, délszláv néphagyomány elmond, délszláv néphagyomány, például a szerb néphagyomány. Mátyás király a budai várhegy belsejében alszik, és föl fog ébredni. És ha felébred, akkor győzni fog az igazság.
Tehát most már nem arról van ám szó, hogy széthordják a műveltségünket, hanem nem tudjuk, hogy mi van a kezünkben. Mert annyi másról van állandóan szó. Tehát éjjel-nappal valaki bekapcsol valamit, már jön az információzuhatag. Leül valami elé, bekapcsolja, hanghatás, látványhatás, már jön az információzuhatag. És gondoljuk végig, hát pont ezen a helyen, hogy mennyi érték van, mennyi felfedezni való van, mennyi csoda van. És ennek nyilván, hát most mi vagyunk ennek a kornak a kortársai, erre a kortárs nemzedékre vannak az értékek bízva. Tehát mi lett a királyunkkal, királyainkkal? És nagyon makacs a jelzés, nem haltak meg. Most az ember mit mondja, mi az, hogy nem haltak meg? Hát egyszer csak úgy is meghalt, nem haltak meg. Na, elővesszük a képes krónikát, megnézzük, hogy ki halt meg, ki nem halt meg. Hát elég sok király történetét lehet ott olvasni. Attila királytól tulajdonképpen kibontva egészen Károly Róbert uralkodóig, és egy kicsit Nagy Lajos királyra is tesznek a bővítések utalást, de a ma megmaradt képes krónika az egyszer csak mondat közben megszakad. Pótlásokból ismerjük, hogy valamikor mehetett tovább. És keresem a elmúlásnak a pillanatait, és ilyen mondatokat látunk. Elköltözött ebből a világból. Na most tudom, hogy ez általános, csak azért mégis figyeljünk oda. Tehát nyugodtan leírhatná azt, hogy meghalt. Hát én is tudom, hogy akire azt mondjuk, hogy elköltözött, párás tekintettelre meg őszívvel és szomorú arccal, akkor ugyanazt gondoljuk, hogy meghalt. Na de azért van nyelv, mert a nyelv leírja a világ működését, a magyar nyelv leírja. Tehát érdemes odafigyelni, hogy évezredes, évtízezredes lelki tapasztalati világ, ami nyelvi univerzumban megjelenik, elköltözött. Tehát elköltözött. Na most, aki elköltözött, nem nehéz belátni, az vissza is tud költözni. Tehát költözésről van szó. Nem temetésről, hanem költözésről. A kettő között azért van különbség. Aztán harmadik Béla elszenderedett. Nem is lehet lefordítani. Én ahány fordítást láttam, annyi félre, hogy elaludt, elszenderedett, elbóbiskolt, most mondtam valamit, ne így igyezzük meg. Ember mindig megfogadja, na most már megnézzük azt a latin fogalmat, mert ennyi fordítása ugyanannyinak. Tehát egy szendergő, szuszogó, pihegő, félálomszerű állapot. Kérdés. Hát ebből hogyan lehet hova menni? Hát ha mélyül, akkor jön a mély álom. Ha tovább mélyül, álom közben is meg lehet halni. Na de nem azt mondja, hogy meghalt, hanem elszenderült az Úrban. Na most, aki elszenderült, az még nem olyan visszaköltözik, hanem bármikor felébredhet. Tehát a magyar királyok, szól a általános hagyomány, nem haltak meg, hanem révülésben vannak. Így, ahogy mondom, révülésben vannak. Tehát egy lebegtetett, titokzatos állapot. Túróci János leírja a magyar krónikájában, amikor Károly Róbert temetését írja, tehát Túróci János, tehát Károly Róbert eltemetik 1342-ben, 1358-ban, következő évszázadban lesz Mátyás Magyarország választott királya, aztán 1464-ben megkoronázzák, és Túróci János majd utána írja a magyar krónikát. És ezt írja Túróci János Károly Róbert halála okán. Őről tényleg leírják, hogy a éltető lélektől megfosztott test. Na most ez mit jelent? A lelke elhagyta a testet. Külön részlet, ez így csinálnak. Na de gondoljuk végig, nekünk ez az általános. Hát az éltető lélek elhagyja a testet, lehet temetni.
Na de 1342-ben általános megdöbbenés van Magyarországon. Meghalt Károly Róbert. Gondolom érzékek, nincsenek hozzászokva ehhez a, hogy úgy mondjam, földi életből való kiválási módszerhez. Ez tényleg meghalt. És a királyt egyébként jól halt meg, tehát szépen, boldogan, tehát van ilyen, csak itt egy másfajta kapcsolatrendszer van a másik világ törvényeihez. És ez szakad meg Károly Róbert halálával. És elmondja Túróci János, hogy Károly Róbertet az ország nyilvánossága előtt mindenki szeme láttára eleve felravatalozzák, utána pedig eltemetik. Mindenki szeme láttára nyilvánosan, mindenki látja a király ruháját, drágaköves aranykoronáját, aranysarkantyúját, tehát mindent, ami rajta van. Nem úgy, mint a régi királyokat. Mert a régi, és mi a meghökkentő, szent és boldog emlékezetű királyokat, magyarul akárhogy ugrabugrálunk, szentélyavatott királyokat is. Tehát gondoljuk végig, akár mondjuk egy Szent László, egy Szent István. Tehát hogy temették el? Hát úgy, hogy először a testüket letakarja az arcát néhány ember, tehát nem lehet tudni róluk, hogy kicsoda, egy kendővel letakarják, majd elviszik a testet ismeretlen helyre, és ott titokban néhány napig őrzik. Majd utána a végtisztességet megadják. Na most nem nehéz belátni, hogy ez mit jelent. Senki nem tudja, hogy őket hogy, hogyan, miként temették el. Tehát még egyszer elmondom, hogy kicsit olyan kerek legyen a kép, tehát nem nyilvános mindenki szeme láttára megvalósított temetések voltak, hanem titokban őrzik a testet néhány napig letakart arccal. Ez azt jelenti, hogy valamire várnak. Tehát őrzik a testet, valamire nagyon figyelnek. És eleve, ha le van takarva az arca, még ha nyilvánosan temetik is el, akkor ez mit fog jelenteni? Senki nem látja, hogy ki az. Tehát senki nem látja, hogy ki az. Tehát itt van egy hatalmas nagy talány. És ez a talány, ez nagyon fontos a továbbiakban, mert ezek az emberek, de Túróci János már leírja, hát az már indul az a korszak, hát Mátyás kora már, van egy végjáték majd Mohácsnál, és akkor már tényleg lehet érzékelni, hogy a vallásunk egyre rómaibb sajátosságokat fog magára venni, de még mindig őrzi az apostol királyi rangokat, jogosítványokat, csak hogy nem magyar királyok viselik ezt a címet. Tehát itt van egy hatalmas nagy váltás. Hát idegen király, már engedelmet kérek. Hát lehet érzékelni, mikor akarták a győzők, ráadásul ha nem is szerették azokat, akiket legyőztek, mondjuk a legyőzötteknek valami jót. Mi úgy elsiklunk az ilyen egyszerű tételek felett, és minden bajunkat Szent Istvánnal intéztetjük el. Na minden esetre tehát tényleg drámai és izgalmas a helyzet, mert Túróci János leírja, hogy mint hogyha valaki elől mentegetőzne, hogy hát ez kétségtelenül nem helyes. Mai ésszel nézve nem helyes ez a vallási szokás, de hát a régieket így temették. Na de a régiek is keresztények voltak. Hát bőven Szent István után vagyunk. Na most kezdünk egyébként beletalálni a témaválasztásba, ugyanis ez azt jelenti, hogy vannak papi személyek. Titokban tevékenykednek, vagyis mai ismereteink szerint sem a viseletüket nem tudnánk rekonstruálni. Hát az, hogy ezek papi rendbe tömörültek, vagy nem tömörültek, ezt sem tudjuk. Na de akiknek királyi testet kiadnak, hát azok nem lehetnek akárkik. Tehát azért gondoljuk végig. Itt egy negyedik Béláról van szó.
Itt egy második Géza királyról van szó, első Béla királyról, Szent László királyról, Könyves Kálmán királyról, magyar királyok. Tehát kik azok, akik tulajdonképpen ezt a lebegtetett állapotot nyilván elkezdik kezelni, mert itt szertartások vannak. És akkor dől el, meghalt vagy nem halt meg. És az általános tétel az, hogy nem halt meg, hanem csak elrejtezett mélyen. Gondolom tudjuk, a néphagyományból is lehet ismerni, az elrejtezés az egy nagyon jó szó. Miért? Mert amikor révülésben van mondjuk a táltos, vagy a garabonciás, vagy a tudós asszony, vagy a tudós ember, de ez a sámánra és prófétákra is épp úgy vonatkozik. Hát van a révülésnek egy olyan szintje, amikor mindenki azt hiszi, hogy meghalt, aki ott van. Kihűl a test, és alig ver a szív, tehát nem is lehet érzékelni. És akkor megnézik, hát eleve tudják, hogy szent emberről van szó, hogy most mi történik. És két helyen kezdik el vizsgálni, az egyik az a szívtájék, a másik pedig a koponyatető. És ha egy kis melegséget éreznek, tehát itt belül szív, és itt felül, ez a pilispont egyébként, koronacsakrának is nevezik ezt a helyet, ez a pilistető. Pilis azt jelenti, hogy fejtető tulajdonképpen. Pilises papok, ez azt jelenti, reformátusok nagyon szerették így megénekelni a katolikus pilises papokat, ez a tonzúrás pap, tehát tonzúrás. Pilis az azt jelenti, hogy szakrális, szellemi, tehát a szellemiségnek a legmagasabb szintjét képvisel, és van sok jelentése, na de egy királyi központ miért lesz pilis? Akárhogy nézem, Esztergom a pilisben van, királyi székhely. Visegrád a pilisben van, királyi székhely. Dömös a pilisben van, királyi székhely. Aztán vitatkozgathatunk, hogy hol volt a királyi központ. Szerintem ott, ahol a királyi székhely. Tehát végül is könnyen azonosítható a helyszín is a maga nevében. És hát nagyon izgalmas a dolog innentől kezdve, mert amikor kitapogatják és éreznek valamit, sokszor még a szívdobbanás sem lett. Teljes tetszhalott és kihűlt állapot. Na, ez az elrejtezés. Tehát minden életerő, ami napi életet biztosít nekünk, egy pontba húzódik vissza. És itt egy hatalmas nagy átalakulás történik, és a lélek ezen a forróvá, izzóvá, gondoljuk végig, minden, ami bennünk most is itt tapontható módon jelen van. Tehát az, hogy nézünk, pislogunk, gondolkozunk, dobog a szívünk, tehát minden, ami éltet bennünket, erő, energia, fény, az egy testi pontra, mint egy gyűszű vagy egy gombos tűfejnyi pontba húzódik vissza. Tehát itt történik a nagy átváltozási készség. És hát nagy valószínűség szerint, amikor őrzik a királyokat letakart arccal, hát akkor valami hasonlóról győződnek meg, hogy meghalt vagy révülésben van. És általában, hát ahogy most már a hivatalos vallási krónikás hagyomány is elmondja, minden test útjára költözött. Na, ez már egy kicsit meredekebb dolog, de általában elköltözött, elaludt. És nem is tudom, hogy egyszer úgy végiglapoztam a krónikát úgy, egyszer-kétszer van utalás egyébként, de hát azért itt nem kevés királyról van szó. És szinte bátran állíthatom, hogy szinte egy-két kivételtől eltekintve. De amikor van kivétel, akkor ott meg mindent lebegtetnek. Tehát nem szerepel az a szó, hogy meghalt. Tehát nem meghalt, hanem költözés, révülés, átváltozás. De mit jelent az, hogy mégis itt? És amikor képes krónikában temetési jelenet van, na most ezen is az ember újabban kezd eltűnődni. Hát gondolom tudjuk, a képes krónikát magyar király számára írták és festették. Tehát ez azt jelenti, hogy helyszínről fest,
akkor nem nagyon lehet bravúroskodni, mert a király is tudja, hogy hol van Fehérvár. Király is tudja, hogy hol temetik el a királynőt. Király is tudja, hogy hol temették el Szent Imrét. Vagy mondjuk Kálmán király fekszik az ágyban. Na igen ám, de a szabad ég alatt. Milyen az az ágy? Tehát sokszor még a megvetett ágy is sziklás, tehát Isten szabad ege alatt van, sziklás talajon. És amikor épület belsőbe vagyunk, tehát amikor akkor megfesti az épület belsőt, persze hát a saját eszközei révén. Na most gondolom, érzékeljük a helyzetet. Hát elméletileg királyt, királynét Alba régiában, tehát Fehérváron, az épített templom altemplomában temetik el, vagy valahol átmeneti időkre, mondjuk az oldalhajóban készítenek ki egy megfelelő helyet. Na de ha én azt látom, hogy van egy koporsó, a koporsóhegy mögött már sziklahegy van. Tehát úgy, mint itt az épület mögött a kibontott bánya. Most így képzeljük el. Tehát konkrét, valóságos helyzet. És ott lenne a szikla fal oldalába egy koporsó, és Szent Imrét oda teszik bele. Hát gondolom, érzékeljük, mit mond Nagy Lajos magyar király a piktornak. Vagy mondjuk a krónika írója. Hogy hát nagyon jó ez a művészi önállóság, hát igen, de hát ide van lent a altemplomba eltemetve Szent Imre, hát nem túl messze van az édesapja Szent István király. Na most ez meg mire figyelmeztet? Távolságok vannak. Hát ismerünk leírásokat, hogy hol van Szent Imre sírja, és hol van Szent István sírja, apa és fiú. És kiderül, hogy több percnyi távolságra van a kettő egymástól. És még valami. Nem a templomnak a járószintjén, hanem az altemplomban. Tehát ez mit jelent? Akárhogy vélekedünk, gondolkozunk, de a mai székesfehérvári romkert annyiféle módon kiállt vissza, hogy nem, hogy az nem lehetett azonos Alba régiával és a Nagyboldogasszony templommal, hogy ennél tisztább kiáltást már úgysem fogunk hallani egyébként, mert ez éppen elég. Miért? Mert késő római kövekkel van tele. Tehát Szent István korából egyetlen darab kavics sem került elő. Akkor hogy építhette Szent István? Semmi probléma. Hát ezt már eldöntötte Hóman Bálint, hogy akkor is ő építette, akkor is volt kihelyezett kormányülés. Akkor 1938-ban Szent István halálának 900. évfordulóján. Tehát végül is érzem a kegyes igyekezet okát, csak hogy ez így nem lehet megoldani. Hát ez többféle példával is alá lehetne támasztani. És nyilván a képes krónika, ha már magyar királynak készült, lehet jelképes is, de valahol nagyon valóságosnak kell lenni. És amikor azt látjuk, hogy Károly Róbert első felesége meghal, egyébként nagyon jó asszony lehetett király, lehet érzékelni, hogy 1358-ban ennek a királynénak a halálát még érzik a kortársak. És majd utána jön az az Erzsébet, aki édesanyja lesz majd Nagy Lajos magyar királynak. Tehát Károly Róbert több házasságon megy keresztül. És ott is ott van a kőkoporsó, sziklapadozaton, és úgy adják meg neki a búcsú. Tehát ott szépen, ott füstölővel, mindennel, ami a szertartáshoz szükséges. Most tényleg az ember beleborzong. Hova temetik? Hát sziklát nem lehet ásóval kiásni. Az maga a lehetetlenség. Tehát mit, milyen, hogy úgy mondjam, valóságos temetési szertartás nyomait őrzi a képes krónika. És emlékszünk Túróczi János leírására. Elviszik a testet, titokban őrzik, arcát letakarják. Tehát egyik rejtély a másikat követi.
És a képes krónika nem csak temetést ábrázol, hát eleve Szent Imrét Fehérvárot temették el. Tehát gondolom érzékeljük, hát hogyha egy szikla hegy oldalába vagyunk, és várfalon kívül, mert ráadásul ott van egy várfal. Tehát ez már túl konkrét. Tehát nem tudom, hogy most kénytelen vagyok így fogalmazni a hidegség ellenére is, hogy képzeljük el, tud várfalat festeni. Tehát ott van a várfal a kapuval. És nem bent van a temetés, hanem kint van a temetés. Mert itt egy sziklafal van, ott áll Szent István fia sírjánál így, és abba a kő koporsóba, ami tulajdonképpen nincs túl mélyen, sőt, inkább talajszinten van, így szépen beleteszik a testet. Na igen ám, de a képes krónikában a király Szent Istvánt ugyanígy temetik el. Tehát azt látjuk, hogy a testét helyezik be. Egyik kezébe jogar van, a másik kezében országalma van, a fején pedig korona. Na most ez mit jelent? Teljes jogú a királysága innentől kezdve is. Magyarul nem halt meg. Hát fogja a jogart. Kezében van az országalma, fején a korona. Na erre mit mondanánk? Hát elég merev lett a... De hát úgy kialakították. Igen ám, de így fogja a jogart, így, még meg is emeli így a kezét. Vagy bocsánat, az országalmát. Tehát így tartja. És a másik kezével természetesen fogja a jogart. És hát közben azért a korona valahogy a fején kell, hogy legyen. Tehát fejébe nyomják, na de közben vészszintesen fekszik. És a feje egy kicsit így van. Nem tudom, ismerjük-e azt a saját életünkből, amikor fekszünk, de mondjuk egy kicsit így előre, mondjuk éppen most így fogalmazok, valaki elalszik az ágyába tévénézés közbe, és akkor néha így egy kicsit így felemeli így a fejét. Na most kicsit idétlen a hasonlat, de hát azért vagyok kénytelen ilyen életképi jelenetekkel alá támasztani, hogy érzékeljük, hogy a feje egy kicsit így emelkedik. Hát aki ismeri a tartásokat és lát egy képet, hát az pontosan tudja, hogy adott esetben miről van szó. Na de nem csak a temetések okoznak ekkora izgalmat mondjuk a képes krónika miniatúráin, hát ezért volt a hosszadalmas, nem lehetett most megoldani a vetítést, nem az itteniek miatt, odahaza akadt egy-két probléma, tehát nem tudunk vetíteni. Tehát most képekről fogok beszélni úgy, hogy valaki vagy utána jár, vagy elhiszi, vagy azt mondja, hogy neki mondhatják, úgysem fogja elhinni. A képek önmagukért beszélnek, tényleg utána lehet járni. A képes krónika ugyanis király számára készül, olyan király számára, akit Fehérvárot megkoronáztak. Az apját pedig Fehérvárot eltemették. Tehát ez mit jelent? Nagy Lajos magyar király tudja, hogy hol temetik a magyar királyokat, tehát pályafutásuk végén hol adják meg nekik a végtisztességet, és pályájuk kezdetén pedig hol koronázzák, tehát mit jelent az, hogy indulás. Tehát aki a magyar királynak jeleneteket megfest temetésről, jeleneteket megfest koronázásról, nem lehet rögtönözni. Tehát nincs olyan, hogy én így képzelem. Na de fiam, hát ez egy szabad táj, az meg egy altemplom. És azért tudsz te épület belsőt festeni. Tehát rá kellett döbbenni, hogy a király koronázásaink útvonalán tényleg vannak izgalmak. Tehát mi hozzászoktunk ahhoz, és gyorsan összeszámoljuk, hát még egy olyan szűk 3-4 órát kell kibírni. Utána lehet, hogy lesz egy kis szusszanás, egy jó fél óra alatt most már össze gerebjézzük a lényeget. Tehát magyar király koronázásnak Szent István óta kialakult, meghatározott szabályrendszere van. Miért mondhatjuk azt, hogy Szent Istvánt egészen biztos, hogy a Szent Koronával megkoronázták, és nem kérdés, hogy ezzel a Szent Koronával koronázták meg Szent Istvánt?
Azért, mert az édesapja, Géza, legalább volt olyan gazdag és hatalmas, mint ő. Az uralkodói rangja viszont mi volt? Fejedelem, vagy vezér. Árpád vezér. Teljes joggal királynak tartják. Csak hogy ebből a szempontból Árpád hiába hajtotta végre Jézus születésével induló világhónap egyik legnagyobb, tehát a halak világhónap, amelynek vége felé járunk, legnagyobb szabású történelmi tettét, a magyarok második visszajövetelét. Hát gyakorlatilag visszaszerzi Attila király örökségét. Így írják le krónikák, geszták, nem hódító, hanem jogos örökséget ősei Jussa alapján visszaszerzi. És olyan módon szerzi vissza, hogy azokat az alapokat is megteremti, amit szó szerint a Szent Istváni hagyomány fog megkoronázni, hogy nem lehet majd felszedni. Na most Attila amekkora tettet saját életpéldázatai révén fölmutatott, fénytámasztott. Lehet érzékelni, hogy valami mégiscsak történt. Hát mi történik Attila kiválása után? Most már halálszót kerüljük. Tehát mi történt? Teljes összeomlás. Na most gondolkozzunk ám. Volt Szent István után teljes összeomlás? Tehát ébredjünk fel néha. Tehát nem hibáról van szó, hanem Attila olyan magasra rakta fel az erkölcsi mércét, hogy gyakorlatilag Attilának nem volt kortársa. És megmerem kockáztatni, hogy talán Magyarországon sem volt kortársa. Vagyis újra kellett a programot indítani. Egy javított. Tehát egy kicsit, hogy mondjam csak, a mi világunkhoz szabott módon, és ezt indítja el a második bejövetel. És ezt fogja megkoronázni a Szent Istváni hagyomány. És Árpád vezér. Hát gondoljunk végig, ha nincs Árpád, lehet, hogy Attila nevét már csak káromlás szintjén emlegetik a világban. Tehát, hogy mit jelent a második visszajövetel? Hát gondolja végig valaki Európa történelmét magyar nélkül. Hát könnyen lehet, hogy itt már olyan világháborúk lettek volna, hogy már nem is lenne a Földön élet. Érdemes ám ezt végig gondolni. Mert egy biztos, ahova Európa népei tőlünk nyugatra elmentek, mi az, amit kultúrjavadalom gyanánt magukkal vittek? Segítek, átmennek az óceánon. Vannak hollandok, vannak franciák, vannak angolok, vannak spanyolok. Mit csinálnak? Háborúznak. Hogy? Egymás ellen. Tehát mit visznek? Viszik a háborút. Közbeírtják az indiánokat, közbe az indiánt hol a francia kenyerelezi le, hol az angol kenyerezi le. Tehát valami döbbenetes. Tehát Mátyás halála óta gyakorlatilag világháború van a világban. És könnyen lehet, hogyha magyarságnak nincsen helye, szerepe, egyáltalán léte, hát már ki tudja, hogy volna itt körülöttünk ilyen szintű élet. Tehát ne becsüljük le azt, ami Európa kellős közepén, mondjuk csak Szent Istvántól kezdve történt. Mert a magyar nép védte keletet, nyugattól. Mert mi azt velük megtanítják, hogy tulajdonképpen hát a nyugatiakat védte kelettől. Hát hogy érthető legyen, ez oda-visszare, középen vagyunk. Hát ha nincs Magyarország, állítom, hogy sok száz évvel korábban megindul Ázsiának a kifosztása. Ezt meg, hát gondolom érzékeljük, pillanatok alatt keleten termettek volna. De innentől kezdve nem lehet. Van egy egyensúly, ma ezt úgy mondanánk. Van egy eurázsiai világstabilitás. És ahelyett, hogy így is néha végig gondolnánk, mindig ezek az alan, de ugye meggyilkolta. De ugye behívta a hitté, igen, nyugodj meg, meggyilkolta, aludjál jól. Tényleg. És nézd a Dallast. Tehát más nem lehet mondani. Csak azért mondom, mert nem egyszer előfordulám, hogy tényleg már olyan, mint hogyha kezdenénk dolgokat, és a végén,
ugye, de azért meggyilkolta. Ugye azért elégette. Ugye azért összetörte. Neked ez kell, akkor azt tette. És ez a legnagyobb baj, hogy most annyira elszaladtak az ilyen vélekedések, kárunkra való hipotézisek, és annyira piros, fehér, zöld dresszben, hogy nem lehet megállítani. Tehát nekem nincsenek illúzióm, tudom, hogy most ez van. És döbbenetes egyébként, hogy ez van. És valószínűleg Rákóczi is egy kicsit pironkodna, nem értené ezt a helyzetet. Hát én az ő nevében fosztottam meg az ónodi országgyűlésen a Habsburg házat a tróntól. Kinek a nevében? Szent István nevében. Most ennyire nem ismerni a magyar történelmet, az már tényleg bravúr. Tehát mi van helyette? Legyártott történelem. És nagyon jó a dramaturgia. Legyen valaki, aki nagyon bátor, nagyon harcias, nagyon sármos férfi, de bunkó magyar, nem érti az új idők jeleit, na ez lesz Koppány. Legyen valaki, aki nagyon európér, nagyon felvilágosult, és behívja az idegeneket. Mert azért fel kell zárkóztatni benne. Na ez legyen Szent István. Nem érezzük ennek az álságos, hogy úgy mondjam, rendkívül velejéig romlott dramaturgiáját. És hát jelzem, sajnos olyan a 19. század vége, a 20. század, a hazai történetírás, és hogy így megteremtették az alapot. Hát én is emlékszem, voltam gyerek. Hát az ember úgy lelkesedett ezekért a bálványokért, csak valami mindig problémát okozott. Mind a két oldalon egyébként. No, tehát tényleg vissza kanyarodva, meghökken az ember, hogy királynak nem nevezik Árpádot, holott egész biztos, hogy volt olyan gazdag, mint mondjuk második Béla. Hát ez vitathatatlan tétel, még valamit mondok. Valószínűleg minden napra volt egy koronája. Hát az egy királyi kincstárba, hát ismerjük az Árpádok királyi kincstárait, a koronákról beszélnek. A néhány koronát negyedik Béla lánya is felvitt Prágába rokonlátogatás címszó után, amit aztán a testvére, ötödik István nem tudott már visszaszerezni, Kun László sem nagyon tudta visszaszerezni. Osztrák krónikások írják, hogy olyan kincsek voltak, trónszékek, koronák, edények, amiket a magyar királyok Attila király óta őriztek kincses tárukban. Tehát azért gondoljuk végig megint csak. Tehát nem krónikások ideológiája, hanem közben tárgyi valóság is. Hát Rákóczi elmondja, Szécsi Mária Márszal társalkodó Murányi Vénusz, Veselényinek a férje, Nádornak a felesége, aztán özvegye. Amikor a Veselényi összeesküvés utóhajtásait felszámolják, hát Murányi várat át kell adni a Habsburgoknak, és a kincsek a saját és a magyarság nemzetségi kincseit kiszolgáltatni. Attila király jogara, Attila király pajzsa, ilyenek szerepelnek a leltárban. Tehát nem Mátyás király jogara, meg nem harmadik András jogara, Attilái. Tehát meg lehet fogni. Tehát itt egy létező genetikai hagyomány van. Bethlen Gábor el szokta mondani, hogy ő, Lázár Fruzsina, tehát az édes anyja, az Attila király nemzetségéből származik. Eszterházi Miklós kortárs magyar nádor pedig Attila Csaba nevezetű fiától származtatta a családját. Mindenki megbolondult a középkorban, vagy a középkor végén. Hát itt a kor óriásai, szellemi óriásai, talentumai vannak. Pázmány Péter esztergomi érsekre gondoljunk. Szellemi óriás. Tehát bizony kiderül, hogy van egy olyan tétel a koronázás menetében, hogy egy idő óta csak azt tekintjük magyar királynak, és nagyon érdekes a jelzés, mert Attila magyar király. Na de a fia Csaba csak királyfi. Tehát ő nem lesz Csaba király. Ő megmarad az örök ifjú.
hogy úgy mondjam, eszme képviselőjeként, és ez nagyon jó, mert Csaba nem öregedett meg, ő királyfi, és el sem tudjuk képzelni azt, hogy Csaba királyfi a Nyugdíj Folyosó Intézet előtt áll, és úgy azon tűnődik, amikor ő még király, hú, hát a fiú volt, tehát őt várják vissza a székelyek például, őt várják vissza Csaba királyfi fényes sereg, tehát ez egy nemzet jövője, ifjú, nem öregszik meg. Tehát ez a reménységnek a záloga. És aztán onnan jönnek a Turul nemzetség, Attila király nemzetségének tagjai. Most ugrunk egy nagyot Álmostól, vezérfejedelem, 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 Szent István király. És megkoronázták. Na most a kérdés így hangzik. Ugyanazzal a koronával koronázták, mint Attillát, vagy nem ugyanazzal a koronával koronázták? Mert Attillát is valamilyen koronával megkoronázták, hiszen Béla, Keve, Kadosa kapitányok. Attila 401-ben király lett. Mivel koronázták meg? Tehát rendkívüli, szakrális eredetű koronával koronázták valószínűleg meg Attillát. És ő minden hagyományforrás szerint a magyarok első királya. Na de Szent István is a magyarok első királya, ugyanazokban a krónikákban. Tehát most Attillát egy darabig magunk mögött, nem is így kell ezt fogalmazni, tehát most nem azzal a korral foglalkozunk, de egy biztos. Magyarországon csak azt tekintették jogérvényesen uralkodónak, akinek érintette fejét a magyar szent korona, és egy szertartás keretében magyar királlyá koronázták. Tehát ha Szent István nem vezér, mint Koppány, nem vezér, mint Istvánnak az édesapja Géza, hanem király, akkor nem nehéz belátni, valahol ezt nagyon nem akarják belátni, mert néha augusztus 20-ai műsorokban történészek nagyon szép mosollyal elkezdenek duruzsolni, hogy viselhette ezt a koronát Szent István. Mit szoktak mondani? Hát, mint tudjuk, nem viselhette. Hát, mert kit érdekel, hogy te hogy tudod? Egy biztos, Szent István király, és csak az lehet király, akit megkoronáztak a szent koronával. Tehát ne jöjjön azzal a szöveggel, de ez a szent korona nem az a korona. Hát ilyen alapon meg te nem vagy az. Hát bárki, hát akkor a szék nem szék, a nap nem nap, és akkor mindenki más. Te is más, ő is más, mindenki más, és megy a mismás. De vég nélkül. Tehát vannak alapvető definíciós művelődés történeti, eszme történeti szabályok, amelyek alapja maga a valóság. Tehát bizony Szent István megkoronázták a szent koronával. És minden tételnek gyakorlatilag a magyarázója, hogy mi miért történt, az maga a szent korona. Tehát ha a szent koronából akarnánk megérteni konfliktusokat, amelyeket most ilyen én ideálok, te odaállsz, akkor lehet, hogy sokkal könnyebben és hamarabb el lehetne dönteni, hogy most hol volt az igazság. Van olyan is, hogy mind a kettőnek igaza van. Miért nincs a mindennapi életben olyan, hogy nekem is igaza van, neki is igaza van, de valahogy még sincs igazunk. Vagy nekem sincs annyira igazam, neki sincs annyira igaza, és rádöbben, milyen egyszerű lenne, hogyha az igazságot megtalálnánk. Tehát nem biztos, hogy mindig a fehér-fekete elválasztás vezet eredményre. Na de elkészül a képes krónika, és elkezdi ábrázolni első András koronázásától kezdve, hát egészen mondanám Nagy Lajosig, de az utolsó király koronázás, amit látunk, az 5. Istváné. De majd látni fogjuk, hogy nem biztos, hogy az király koronázás, az sokkal inkább hatalomátruházás. Hát gondolom tudjuk, az öreg király 4. Béla fiára fél országot királyi hatalommal ruházta át. Na most a képes krónika ezt úgy örökíti meg, hogy áll az öreg Béla, 4. Béla, ősz, haj, bajusz és szakál, és kicsit azért
szigorú tekintettel. Mögött áll a felesége, előtte áll a fiúk, ötödik István, és Béla így a fia fejére tesz egy koronát. Tehát inkább én sokáig hajlottam arra, hogy hát persze király koronája, de sok mindent át kell gondolni, tanácsokat meg kell fogadni, ez bizony inkább hatalom átruházás. Tehát egyfajta engedménytétel. Na most ilyen alapon viszont az utolsó király koronázása Képes krónikában pont IV. Béla személyéhez kötődik. Tehát az első, akit látunk, az első András, az utolsót pedig egy kiegészítő rezonanciával, IV. Béla, és hát ha valakinek tetszik, akkor hozzuk még ide, hogy ő a fiának a fél országot, mint ifjabb király, rátestálja. Tehát ezzel a címmel és ranggal. És jönnek a királykoronázási jelenetek. És mi lesz az izgalmas bennük? Hát az, hogy össze kell vetni a Szent Koronával végrehajtott szertartások menetrendjével. Tehát kezdjük ezzel, mert amúgy is innen tértünk el, csak hogy hova fogunk pillanatok alatt visszakanyarodni. Tehát először is csak az lehetett magyar király, akit a magyar Szent Koronával megkoronáztak, és ezt már azért illik tudni, én is később tulajdonítottam ennek jelentőséget, mert elmagyarázták nekem, tehát ha nem magyaráznak el embernek dolgokat, és ilyen világban élünk, hát nem értünk meg dolgokat. Hogy például Ulászló miért nem volt magyar király, első Ulászló, vagy második József, Mária Teréziának a fia, mert egyiküket sem koronázták meg a magyar Szent Koronával. Az egyik az vétlen volt, tehát Ulászló, mert akkor lopta el abban az évben a visegrádi fellegvárból Habsburg Albert özvegye Erzsébet királyné biztatására Kottanner Jánosné a magyar Szent Koronát. Aztán majd Mátyás 1463 nyarán tudja óriási áldozatok révén visszaszerezni. Második József viszont direkt nem koronáztatta meg magát. Miért? Hogy nehogy kötelezhessék őt a magyar törvények betartására. Tehát gondolom azért érzékeljük, királynak lenni, az ember mindig arra gondol, hogy akkor nem. Ott mindig van egy ellenőrző testület. És mivel a hatalom megosztás a Szent Koronatan értelmében minden esetben olyan, hogy a király, és most érdemes figyelni, és ki gyakorolja még együtt a hatalmat? A király és a nemzet közösen működtetik a Szent Korona jogait. Persze, hogy a király, hogy úgy mondjam, egy egyedi személyes megnyilatkozást képvisel arra az időre, na de a hatalom megosztás, az tulajdonképpen bármennyire hihetetlen, az fele-fele arányban. Ezt úgy szokták mondani, hogy a királynak, mondjuk ez legyen Kun László, és nem csak fiatalabb, hanem már érett felnőtt korában is, tanácsadók az ország legbölcsebb, legtekintélyesebb férfiai tanácsot adnak. Tehát tulajdonképpen kik irányítják a királyt? Tehát a tanácsadók, na, de ha rossz a tanácsadó, ez mindig egy nagy kérdés. Tehát van egy megbízható nemesi testület, aki mindennapi kapcsolatban van a királlyal. És a király pedig vezeti az egész népet. Tehát az a király, akit irányítanak bizonyos szinten, az pedig az egész népet irányítja és kormányozza. Tehát oda-vissza kapcsolatban vannak, és egymásra tudnak hatni. Ha a király zsarnokká próbálna válni, már az aranybúla törvényei alapján is a nemzet törvényes jogát gyakorolva meg tudja akadályozni. Tehát nem lesz a magyar királyból zsarnok. Na de hogyha a nemzet tér le a nemzeti pályáról, akkor a király egy személyben utána tud a nemzetnek nyúlni.
hogy ne zűlődjetek szét, ne kallódjatok el, és olyan szava tekintélye van a magyar királynak, hát Freisingi Otto keresztes seregekkel, német-francia keresztes seregekkel II. Géza idején utaznak át Magyarországon. II. Géza hát a 20. életévét messze nem töltötte be akkor. Freisingi Otto, a császár rokona, megdöbben, hogy a magyar királynak mekkora a hatalma. Nem érti ezt a hatalmat. És leírja, hogy ha a király akarja vezetni a sereget, akkor mindannyian, mint egy testben egyesülnek. A nemzet teste. És ebben az országban senki nem merné a királyt, a legtávolabbi tartományokban nemhogy nyíltan szidni, suttogva rosszat mondani róla. Na most gondolom érzékeljük, ez a tekintély, ez nem diktatúrából fakad. Ennek a tekintélynek a forrása egy belülről fakadó, felülről adott szentségben ragyog és mutatkozik meg. Tehát a legnagyobb bűnnek tartanák azt, hogy a királyt, gondoljunk a mai időkre, a háta mögött, valahol mondjuk a Hortobágyon, vagy Segesvár térségében, vagy Kakaslomnic tájékán, szidalmazni, szóval, vagy akár csak suttogva megsérteni. És ez nem azonos a nyugat-európai és más országokban létező felségsértés paragrafusos rendszerével. Tehát belülről fakad, és még valamit mond. Akkora hatalmat, tehát ő csak a király hatalmát látja. Hát miért, mert nyugatról jött, tényleg nem tudok mást mondani. Őt meghökkenti ez a hatalmas nagy hatalom, ami jár azzal, hogy valaki magyar király. És azt mondja, hogy ha a király mondjuk neheztel valakire, és hát most én folytatom úgy tovább a történetet, hogy mondjuk az erdélyi vajdára. Aki, hát azért nézzük meg csak a térképen, hogy Erdély mekkora. Hát az egy hatalmas terület. Általában viszont a vezére a királyfi szokott lenni. De hogy ilyen nagy főúr, tehát aki egy önálló tartománynak szinte, hát nem önálló, hanem szervesen hozzá tartozik, de mint egységet irányítja. Ha valami probléma adódik, fegyvertelen poroszlóját, egy senki gyakorlatilag, nem tudjuk, hogy ki az, elküldi a király. Bemegy a király az illető várába, megfogja a kezét, nincs, hogy nem engedik be, nincs, hogy rácsapnak a kezére, hogy ne fogdossál engem, hanem szépen viszi fel a királyhoz. Hát azért nem nehéz rálátni, hogy ezt egy felnőtt férfi ember, hát azért azt mondja, hogy na nem. Hát ha már lázadó vagyok, lázadó vagyok. De nincs ilyen. Tehát a király akarata a szent. Na de ekkora hatalom. És nem Szent László koráról szól a beszámoló, II. Géza királyunk idejéről. Ő Vak Bélának, II. Bélának volt a fia. Tehát valami megfoghatatlan, tehát mai tudásunk szerint tényleg hátborzongató ez a hozzáállás. És ugyanakkor pedig annyira együtt van a nemzettel a király. Hát én Károly Róberttől soha nem szoktam túl jókat mondani, nem is nagyon tudok, de egy francia utazó meghökken azon, hogy a magyar király, Károly Róbert, hogy él a nemeseivel. És következőt írja. Ő még ilyet nem látott. A király mindenét a nemeseknek adja, a nemesek pedig mindenüket a királynak adják, és így élnek. Tehát nem elvesznek egymástól, hanem, most gondoljuk végig, Károly Róbert, tehát még egyszer mondom a nevet, Károly Róbert. Hát őt azért nem emlegették úgy, mint emberbarát uralkodót. Tehát voltak érdemei, vitathatatlan tétel, de neki nehézségei is voltak. Na de kívülről nézve mit láttak? A király mindenét odaadja a népének.
a nép pedig mindenét odaadja a királyának. Hát ez egy olyan közösség, ezt nevezik nemzetteste. Tehát szó szerint, mintha egyek lennének. És ezt az egységet a Szent Korona tudja megteremteni azokban az évszázadokban. Tehát maga a király sem saját érdemének tulajdonítja, hanem a Szent Koronától származtatja a hatalmát. És hát ami pedig alapvető szabály, ez vigasztal minket. Gyakorlatilag Magyarországon minden négyzetcentiméternyi földterület tulajdonképpen kinek a birtoka? Nem emberi. Tehát nem lehet elvenni. Ez a magyar Szent Koronájé. Amikor az indiánok kiirtása vagy szétzüllesztése már jó ütemben haladt előre, és meg is tették. Indiánok, hát ismerünk beszámolókat, amiket 19. század végén gyorsírók írnak le, és már New Yorkban következő lapban megjelenik, ahogy mondjuk Abraham Lincolnnal a Dakota nagyfőnök beszél. Megmaradtak ezek a beszédek. És az indiánok nem értenek dolgokat. Mert azt mondják nekik, hogy adjátok el a földeteket. És mit mondanak az indiánok? Hogy adhatnánk el azt, ami nem a miénk? Ez az édesanyánk, ez a föld. Ez a föld az őseinké volt, itt születtünk. Erre mit mond mondjuk a tárgyaló fél? Hát akkor adjátok el. Megint, hogy adhatnánk el azt, ami nem a miénk? Na most ennek a gondolkozásmódnak, mert ez egy gondolkozásmód, tehát gondolom világosan érzékeljük. Sehol a világon nincsen olyan tanszerű jogi kidolgozottsága, mint ahogy ez az 1000 éves magyar törvénykezésben megfogalmazódik. Tehát milyen ősiséget írtott ki Szent István? Hát gyakorlatilag pont a megmaradás záloga, hogy nem adható el a föld. Tehát nincs az a pogány ősünk, akit meg lehetne vesztegetni, mondjuk egy bankház azt mondja, hogy hát a szőlőd az nagyon jó, de ide mondjuk 3 benzinkutat kellene építeni, hát megvesszük tőled. Nem lehet eladni. Tehát lehetetlenség, miért nem magántulajdon. A Szent Koronájé, és ugyanakkor a Szent Koronával megkoronázott király érdem alapján adja az arra érdemesnek. És hogyha kihal az a család, hova száll vissza? A Szent Koronára szállnak újra vissza a jogok és a birtokok. Utolsó tétel, mert tényleg elment az idő, és megfázni sem nagyon jó dolog, de egy biztos a képes krónikában, tehát megjelennek a király koronázások. Viszont koronás királyokat, akiket láttak a kortársak, hogyan koronázták meg, azokat úgy koronázzák meg a képes krónikában, ahogy nem koronázták meg őket a valóságban. Tehát felmerül egy nagy kérdés, hogy tulajdonképpen milyen koronázási jelenetek vannak, teljesen hitelesnek feltüntetve, koronás király számára készül a képes krónikában. Hát eleve akkor vissza megint a alapszinthez, tehát királyi rangban csak az tevékenykedhet, azt tekintik királynak, akit a Szent Koronával megkoronáztak. Tehát bármilyen szertartási elem, hogyha elmarad, az egyébként nem jó, mert jelzik azt, ezt a koronatolvaj nő Kottanner Jánosné is leírja, hogy a magyar koronázási törvényekből, ha egy hibázik, már nem tekintik az uralkodó teljesnek. Csak hogy azt nem fogalmazza meg, de ő is tudja, mindenki érzékelteti. De ha a fején volt a korona, akkor tulajdonképpen mi nagyon sok mindent hiányolhatunk, de tulajdonképpen, és az nagyon rossz, hogyha minden szabályt megszeg, de lehet érzékelni, hogy a feltételek nem egyenrangúak. Tehát maga a Szent Korona olyan súllyal, hatalommal, jelentéssel rendelkezik, hogy mindent gyakorlatilag, ha ő megjelenik, király fejére kerül, akkor onnantól kezdve már csak
a kortársakat fogja büntetés érni. Például, ha nem esztergomi érsek koronász, hanem olyan érsek, nem is érsek, hanem püspök, ismerjük a képes krónikából is. Pont Károly Róbert idején, amikor még Károly Róbert sem király, hanem a nemzet keres uralkodott, és ott próbálkozások vannak. És a koronázó szepesi püspök és a kalocsai egyszerűen csak meghalnak. Tehát vége a szertartásnak, kiki nyugalomba tér, na ők viszont meg már nem ébrednek fel a nyugalomból. Tehát apró jelzések, hogyha szabályt megszegünk, azért az nem következmények nélküli. De egy biztos, a koronázás pillanatától koronás uralkodónak számít a király. Na most akárki nem koronázhat. És ennél zseniálisabb, mert ezek nagyon egyszerű feltételek, gondolj, négy alapszabály. A négy alapszabály mindenkori megtartása kiderül, hogy nem is olyan könnyű. Majd akkor látjuk meg, amit most úgysem fogunk részletezni, az utolsó teljes értékű magyar király. Már kicsit el is mondtam, hogy ki lehet az, de meghökken az ember, hogy ki volt az utolsó magyar király, akit úgy koronáztak meg, hogy minden szabályt betartottak. Mátyás király. És az ember így csinál, hogy Úristen, hát csak négy szabály van. És négyet azóta úgy látszik nem lehet betartani. Még második Lajost ide lehetne vonni, mert Szent Koronával Fehérváron nagy ünnepen Bakócz Tamás koronázta, csak ott volt egy életkori probléma. 2 éves a gyerek. Tehát ha tudjuk, hogy mekkora eleve a koronának a mérete, és mekkora egy csecsemő, hova tették neki a koronát? Hát nyilván van koronázás is, akkor egy csecsemőnek, ez 2 éves gyereknek a feje. Hát egy 5 éves gyereknek a fejméretét nézzük meg, és hasonlítsuk össze egy felnőtt fejmérettel. Tehát a korona eleve úgy van megteremtve, kialakítva, mivel ez nem valakinek, hanem a király. Tehát minden királyt ezzel koronáznak meg. Tehát a korona méretadottságai nem egy élő ember fejméretét fogják követni, tehát nem Szent Istvánét, hanem az úgynevezett egészséges, de meglehetősen nagyfejű ember koponya méreténél egy picivel nagyobb. És ezért van koronázási sapka, kappa. Ma valaki elmegy az országgyűlés épületébe, látja, hogy hogy van oda betéve a magyar szent korona. Úgyhogy kiveszik, és lehet vele koronázni, mert ott van a bélés, tehát a sapka. Hát közvetlenül magát a fém koronát, az arany koronát nem lehet emberi fejre tenni. Hát körülbelül abban a pillanatban ide a vállakra csúszna be. Tehát nagy méretű ám a koronának a abroncsa és a belső térfogata. Tehát elmondtam az alapvető szabályokat, csak esztergomi érsek koronázhat, helyettese csak a kalocsai érsek lehet. Nagyon drámai időnek kell lennie, hát ilyen volt mondjuk 1526. A kalocsai érsek, Tomori Pál volt a sereg vezetője, meghalt. Szalkai László volt az esztergomi érsek, meghalt a Mohácsi csatamezőn. Nehéz a mai világban ezt úgy elmondani, hogy ne tegyünk egy kis figyelmeztetést, hogy nem másokat küldtek le a csatamezőre, hanem maguk mentek oda. Csak azért mondom, mert szeretik úgy elkendőzni a Mohácsi csatának a lényegét és a súlyát is, meg hát az egy jelent, nem voltak felkészülve. Mi az, hogy nem voltak felkészülve? Hát 500 ezeres sereggel szemben készüljél fel te. Viszont azok a vitézek a szultán sátráig jutottak el. Akkor mi az, hogy nem voltak felkészülve? 3 lépést még tesz vége a Mohácsi csatának, és a szultán feje kard hegyen táncolgat. Hát, hogy érthető legyen, a török hagyományok, források, és ezek szult padisa környezet, török történetírók, török birodalom legnagyobb csatájának melyiket tekintették? A Mohácsi csatát.
Most ezért szomorkodik az ember állandóan ezeket a göthös korokat látni, hogy mindent alábecsülnek, minden, merjünk kicsik lenni, tényleg attól nagyok leszünk, ha merünk kicsik lenni. Hát gondoljuk végig a Dzsingisz Kán unokák, perzsa történetírók írják le, a mongol birodalom legnagyobb tette a sajómenti ütközet volt. Háborút meg elveszítették a tatárok. Hát innen Esztergomtól pucolnak ki Batukán vezetésével. Miért? Hallgatták a rádiót. És a rádió bemondta, kicsit késő vették az adást, hogy már 3 hónapja meghalt a tatár nagykán. Hát lehet ám nemzedékeket hulladékokon etetgetni. Csak nagyon sok minden hullad. Tehát ki fog hullani a számontartási rendből. Tehát csak a kalocsai érsek helyettesítheti. Tehát gondoljuk végig, rangidős volt a nyitrai püspök mondjuk, meg zágrábi püspök. Mohács után ilyenek koronáznak. És aztán, amikor Fehérvárat elfoglalja a török, Pozsonyba kerül át a koronázási szertartás, és mi a lényeg? Koronázni helyhez kötötten csak egy helyen lehet a Kárpát-medencén belül. Hát ha van rá lehetőség. Fehérvárot, na de ott se akárhol, csak a Nagyboldogasszony templomban. Kérdés így hangzik, amikor kiűzték a törököt, akkor miért nem vitték vissza a Habsburgok a királykoronázást a mai Székesfehérvárra? Hát ott van. Nem tűnik föl senkinek. Hát annyira egyszerű, tényleg olyan, hogy két ember egymással beszélget, keresztrejtvényt fejt, vagy közbe tereli a nyájat. Tehát nem kell akadémiai végzettséggel rendelkezni. Hát ha az volt Székesfehérvár, a mai Székesfehérvár, de mi az, hogy Székesfehérvár? Mi nem Székesfehérvárt keressük, Alba Régia. Mi nem Nándorfehérvárat keressük, Gyulafehérvárat keressük, Tengerfehérvárat. Hát Bonfin írja le, tele van az ország fehérvárakkal. Mi Alba Régiát, a királyi fehéret keressük. Azt sem tudjuk, hogy Castrum, Urbs vagy Civitas. Hogy érthető legyen. Na, minden esetre tehát ismerjük a helyszínt is, és hát idősíkra vetítve pedig nagy ünnepen kell koronázni. Na most ehhez képest gondoljuk végig. Magyar szent koronát nyilván változások érik, de tulajdonképpen lényegében mindig ugyanilyen felépítésű volt. Tehát abroncs, keresztpánt tetején, most maradunk a keresztnél, és oldalt és hátul mindig csüngők vezettek le az abroncsról. Most az, hogy a csüngőket aranyláncra cserélik ki, vagy mondjuk Szüzanya Zománc képét Dukász Mihályra, na most ilyen változások vannak, de a lényegi, a formai és az alapfelépítése az mindig ugyanilyen volt. Tehát ez azt jelenti, hogy könnyen lehet ábrázolni. Képes krónika egy koronázási képen sem ábrázolnak keresztpántos koronát. Erre van egy nagyon szép magyarázás. Magyarázat, mert a Szent Korona ábrázolása az tabu volt, nem is nagyon lehetett. Miért? Mert a nemzet csak akkor látta, tehát ilyen nincs, hogy meghívom a festő művészt, hát csináljanak már egy jó kis metszetet, képet, festményt a koronáról, hagyj lássa mindenki. Ha történetesen 1205-ben koronázzák II. Andrást, 1235-ben a fiát, IV. Bélát, hány évig van a korona az őt őrző, akkor cédrus fából készült. A láda nem volt azonos a mai vasládával. Hol őrzik? Hát Fehérvárot őrzik, fénytől elzárt helyen. 30 évig nem kerül elő. Magyarul nem nagyon nézegetik. Akkor nézik, amikor előveszik, és akkor nézik meg alaposan, amikor visszateszik. És utána bezárják pecsét, és csak a következő király koronázásra kerül elő. Tehát ha annyira élt a nemzet lelkében a Szent Korona, mint ahogy még a csatolt országok hagyományvilágából is tudjuk, milyen lelkülettel, most így fogalmazok, csatlakoztak a Szent Korona fényességéhez.
Tehát nincs alkalom arra, hogy megnézzem a kiállításon. Nincsenek gyönyörű szép fotóalbumok. Nincsen tévés közvetítés. Nincs Szent Koronáról kerekasztal konferencia. Hol él, hogy tud népeket egybe tartani? Na ezt az erőt kell megtalálni. A magyarok úgy tartják, hogy a Szent Koronától függ az ország sorsa. Hát ez azt jelenti, hogy hatalmas erő. Ezt figyelmen kívül hagyni, forgácsolódunk szét. Aztán előbb-utóbb úgyis rá fogunk találni a megfelelő megoldásokra. Tehát képes krónikában olyan jeleneteket találunk, hogy lehet látni, hogy ez túl konkrét. Tehát valahol lennie kell, mert akármit nem lehet király számára megfesteni, de soha nem találjuk meg a koronának, Szent Koronának megfelelő koronaformát, soha nem látunk olyan király koronázást, hogy épület belsejében, mindig szabadban, szabad ég alatt koronáznak. És ráadásul nem mindig ugyanazon a helyen. Személyről személyre változik a helyszín. Tehát ez azt jelenti, hogy minden királyt egy koronázási szertartáson a saját helyén koronáznak meg. Tehát megkeresték az ő személyes, tehát ami neki a legjobb tájban, térben és időben, ahol őt megkoronázták. Na de kik és mivel koronáztak? És csak néhány ember van jelen, van, ahol csak kettő. Emlékezzünk a temetési szertartásra. Titokban néhány ember őrzi, letakart arccal. Na most képes krónikában fogalmazok most így, titokban, nem mindenki számára ismert, de azért mégis azonosítható helyen, és néhány ember, és sokszor nem az, hogy esztergomi érsek melyik, sokszor olyanok koronáznak, akik nem papok. Sokszor olyanok koronáznak, akik ugyan papok, de olyan püspök süveggel, vagy érseki süveggel, katolikus egyházban soha papot nem lehetett még látni. Tehát mi ez a szertartás? Mert nagyon konkrét. És akkor itt sikerült egy hipotézist felállítani. Kétféle koronázás van. Hát a legfontosabb az nyilván a Szent Koronával. De egy koronázási szertartást, amit a magyar király is, tehát Nagy Lajos átél, neki nem az lesz az izgalmas, hát őseit is ott koronázták meg. Tehát ő is tudja, hogy milyen a szertartás, hanem mondjuk Szent Lászlót a kiegészítő vagy levezető szertartáson, második Gézát, na, ezeket a koronázásokat örökítik meg. És ennek a koronázási szertartásnak koronán kívül annyira személyes és annyira változatos, mert személyes és változatos a kép, tehát ez azt jelenti, hogy személyre szabott. Ami a Szent Koronával történik, mindig az a korona, most egy évezreden keresztül, hát a mai koronázási palás sem volt azonos a régivel, de ezek csak érdekességek. Hát azért mi se ruha volt, ezt mindenki tudja. Tehát itt az nagyon szép egyébként, mert textil történetben olyan nem maradt meg, olyan régi. Tehát érdekes módon itt annyi kincs van, annyi érték van, és mi szépen így csinálunk. Miért zománcos, azur zománcos ékesség maradt meg? Ezer éves? Egyetlen egy se. Magyar Szent Koronán, hát gondolom tudjuk, az abroncson a pártázat 8 azur zománcos művet takar. És mi ennek az azur zománcnak a titka? Hát az, hogy mögötte nincs aranylap. Tehát ezt a legnehezebb elkészíteni, tehát nincs mögötte aranylap, hanem azok a finom kis aranyhuzalok tartják meg a zománcot. Olyan, mint az ablak. Hogy maradt meg eddig? És akkor látom, hogy az abroncs, vagyis a keresztpánt pedig, minden négy keresztpánton vagy erős repedés, vagy teljes törés van. Tehát ilyenkor érzi az ember, hogy hoppá, azért valamire oda kell figyelni. Hát, ha ez a legsérülékenyebb rész épp, akkor hogy lehet, hogy el van törve szinte minden keresztpánt? Valakik szépen addig hajtogatták, amíg el nem törték. Hatástalanítás. Tehát, ha valaki mondjuk
ezzel nem, azzal sem. Mondjuk ilyen módon letesz az asztalra egy koronát, így robban ki az a zsurzománc. Párnán viszik mindig, gondolom tudjuk. Tehát tényleg úgy nyúlnak hozzá minden időben. A legkisebb fizikai rezgésre már katasztrofálisan válaszolnak. Ehhez képest, hát gyakorlatilag a keresztpánt, az mondom, katasztrofális állapotban van. Mit szoktak mondani? Mindent mondanak egyébként, hogy ráültek, amikor elloptak ott Tanner János. Szóval ezt felejtsük el. És csak úgy lehet, szegecselve van a keresztpánt az abroncshoz, kiveszik a szegecset, és hát ez egy ilyen aranylap. Kész, ennyi. És eltört. Na de miért? Mert valószínűleg oka van. Hát onnan felülről jön a teremtői energia királykoronázás alkalmával. És hova jön le? Elméletileg így jön le, végigfut négy úton, gyakorlatilag az egész koponyát és a benne lévő szerveket átjárja egy égi erő, és a csüngő pedig arra van, hogy a fölösleges energia szépen úgy levezetődjön. Na de, ha itt eltörik mind a négyet, ez azt jelenti, és meg lehet érteni, óvintézkedés. Miért? Mert alkalmatlan az, akit megkoronáznak. Nem bírja el. Tehát nem engedik meg, hogy lejöjjön a hatás ide. Valami úgyis le fog jönni, tehát ha törés van mindig egy keresztpánt két apostol képe között, akkor ez mit jelent? Elindul felülről, és itt szépen megakad. Nem fog teljes értékűen tovább menni. Képes krónikában még trónusok is vannak, a trónusoknak az alakja dobogó, és tulajdonképpen a dobogó, ismerjük, ez az L-alakú hasáb forma. Ez adja meg végeredményben a kulcsot, mert ezt hát földre teszik le, mindig tájban van, a táj mindig változik, személyek mindig változnak, és a képes krónika jelképes koronás ágai is mindig királyról királyra változnak. Tehát fel lehetett azt vetni, hogy ez egy olyan szertartás, ami nem biztos, hogy egyből a király koronázási szertartást követi, még azt sem tudjuk, hogy előtte volt közvetlenül, vagy utána, vagy jóval utána. De egy biztos, minthogyha egy személyes beavatás is létezett volna. Tehát amikor megvan az egyetemes, azért itt élünk a Földön, mi mégiscsak személyek is vagyunk. És alulról is kell egy megerősítés. Miért? Mert itt élünk a Földön. És ezt szolgálták ezek a titkos helyek. Dobogókkal, titokzatos koronázó személyekkel, és hát természetesen, hogy jönnek szépen a királyok egymást követő sorban, és van két kép, és ezzel zárom, ahol úgy festik meg a koronázó papokat, hogy látszólag sokáig azt hittük, hogy a miniatúra festője, amikor megfestette, utána még friss volt a festék, és valami miatt elmázolódott. Mondjuk a koronázó személynek az arca. Aztán rá kellett döbbenni, mert rá lehetett döbbenni számítógépes felnagyítások, kamerás vizsgálatok révén, hogy nem erről van szó. Tökéletesen megfestett arcok. Csak hogy, hát ezek miniatúrák, ilyen kis képkeretben, most gondoljuk bele, tenyeremben elvész a képkeret, és ebben több személyes jelenetet megkomponálni, mondjuk kisfiú kardot hoz és átadja a királynak, és ezek a különös püspökök vagy papok pedig, hát ezzel a kicsit elmosódott arccal pedig ott megjelennek. És rá kellett döbbenni, de nagyon szép jó érzést adott az embernek, hogy hát ha részletesen meg tudják úgy festeni a királynak az arcát, hogy gyakorlatilag még a tekintetét is, tehát nem egyszerűen szemet fest, hanem tekintete van annak a szempárnak. Tehát látom, hogy most gondolkodik, látom most, hogy előre tekint, látom, hogy most boldog, látom, hogy szomorú, tehát tekintete van. Na most így tud tekintetet festeni.
két-három gombos tűfejnyi felületen, ami az arcra jut, karakterábrázolások. És egyre jobban nagyítja fel valaki, egyre több jellembeli tulajdonságot lehet az arcáról leolvasni. Tehát ha így meg tudnak festeni arcokat, akkor azt miért úgy festették, amikor kiderült, hogy úgy festették, hogy nem látom. Pont ez a lényeg. Honnan jönnek koronázni? Hát nem ebből a világból. Na most hogy lehet ezt a legszebben megfesteni? Úgy, hogy én személyes arconásokat ott nem fogok látni. Hát gyönyörű, szép hosszú ujjai vannak. Meg tudta festeni a miniatúra festője. És az arca pedig ilyen sejtelmesen. Most jött valahonnan, nem az a lényeg, hogy személyesen ki, hanem jönnek az ősök. És az ősök mindig jönnek, amikor valakinek koronát kell a fejére tenni. Hát kívánom ennek a nemzedéknek, hogy legyen, találtasson olyan, akinek tesznek. Na nem pont mondjuk kézzel fogható anyagféleségből, de úgy élete érdeme révén. Köszönöm szépen a figyelmet, és boldog karácsonyt mindenkinek!